Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után pontosan 14 perccel kezdjük a csütörtöket. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, itt vagyunk. És már csütörtök, tegnap kezdtünk, ma pedig már csütörtök. Hát ehhez nem, hogy ehhez nem lehet hozzászokni, hogy rohan az idő. Hűvös a reggel, aki indul, készüljön, és jól öltözön föl, mert már ugye napsütést mondanak napközbenre, és remek időt. Viszont hát, hát azért ma most meg hideg van. Uh-huh. Mit mértél? Csípős, egyet mértem, igen. Egyet? Egy fokocskát mértem. Úgyhogy, hát az még azért egyelőre nem túl biztató, de már az, hogy világos van, hogy süt a nap, hogy látni az eget, hogy látni a repülőket, ez mindenképpen jó hír. 27-e. Igen, 27-ig egészen pontosan, akkor majd egy picit megint visszalépünk. 27-én állítunk órát? Igen. És akkor ugye úgy leszünk, hogy vissza, előre megyünk egyet, ugye? Hát ha 5-ről 6-ra megyünk, vagy 4-ről, már 2-ről 3-ra. Tehát akkor még sötét lesz, mikor jövünk. Így van, újra sötét. Viszont nap este pedig már tovább világos. Ez igazságtalanság. Hát a franc tudja, mert egy gyerekkel jössz haza az óvodából, akkor például sokáig tudsz majd a játszótéren idegen anyukákkal beszélni. Vagy mi játszani a gyerekek. Na. De utálok játszóterezni, nem járok játszótere, utálom a játszótereket. De értem, mit mondasz, tehát hogyha valamilyen programod van a gyerekkel, akkor mehetsz vele, mert hosszú ideig lesz világos. Az jó, mindenképpen, persze. Mindenképpen. És első a gyerek. Jézusom. De ahogy át van itatva neki a hangja a szeretettől. Mi van veletek már megint? Na, tegnap mindenkivel minden rendben? Minden rendben volt. Olvasnod tegnap egy nagyon jó kis összeállítást a Total Car-on arról, hogy is lopatták el ezt a luxus autót, és gyakorlatilag töviről hegyre az egészet végigveszik, és hát én azt gondolom, hogy meg is fejtették, hogy mi történt ott valójában. Olvastátok a cikket? Nem. Hát a két embert rögzített, ugye ez a bizonyos kamera, hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, hogy hétvégén vagy valamikor a környéken elloptak egy ilyen luxus autót, egy Porsche-t, igen, mindegy, és ettől nem fog több Porsche fogni. Ne, ki lehet mondani, nyugodtan, ezt nyugodtan kimondhatod, ez nem reklám így ebben a formában. És ugye a térfigyelő kamera rögzítette, ahogy két úriember, hát nevezzük őket így, jobb hiány, mert a keresztnevüket nem tudjuk, megközelítette az autót, mind a kettőnek a nyakában volt egy-egy táska, és valószínűleg az első ember, aki elsétált az autó mellett, az lehetett a kódlopó. Nála lehetett a kódlopó egység, valószínűleg akkor, amikor lerakta az autót a tulaj, már akkor ellopta néhány méteres távolságról ezt a bizonyos kódot, amit aztán átmásoltak a másik készülékre, ami a második úri embernek a nyakában lógott, aki aztán simán el is hajtott vele. Igen, ez én is olvastam egy cikket, tehát hogy ugyanez volt, ez a kilesgó rendszer autók, igen. Ezek nagyon könnyen elvihetők. Tehát ami egy nyomógombbal indul. Két különböző gép kell hozzá, vagy igen, az kettő, kettő. Tehát van egy lopó, meg van egy föltörő. Így van. Igen, ez a megoldás, mert erről tegnap beszélgettünk. Erről, de igen, a megoldás ez, hogy a kileszgókat viszik el gyorsan. Igen. Ugye? Igen, tehát, és aztán az bosszantó lehet, hogy veszel egy ilyen picit. Nagyon drága kocsit, amiben van picit. Ez a kulcs nélküli indultórendszer. Azt mondták egyébként a szakemberek, hogy nem nagyon lehet védekezni ez ellen, tehát semmilyen szinten, mert előbb-utóbb úgyis elviszik az autót, azt mondták, hogy egy ilyen kombinált védelem az a lehet a megoldás, hogy van benne fizikai védelem, és meg többfajta elektronikai védelem. Utána, amikor már megvan ez a bizonyos kód, akkor azt csináljuk, hogy valamilyen kínai webáruházban vásárolnak egyébként egy Porsche kulcsot, meg hozzá még egy csipet, szépen a kettőt összeaplikálják, felokosítják a csipet az ellopott adatok alapján, aztán sá. És viszik is. Hát ezért kell beletenni valamit, amit itt nem tudnak elvinni. Igen. Na most már viszont nem mondok dolgokat, mert az reklám lenne, de vannak nagyon jó olyan mechanikai védelmek, ami ugye nem, tehát a bent a motor térben szól a riasztó, nem tudja kinyitni a motorteret, mert beszakad a bovden, és az onnantól kezdve elhallgattathatatlan, elindíthatatlan. Kovács néni a kis nyugdíjas. Kovács néni a kis nyugdíjas. Bent ül a motortéret. Üti a kolompot, viszik az autót. Segítség! Viszik az autót. És a havi 15-ért szemben Marika néni a függöny mögül figyel. Igen. Az olvasós szemű megébe. És elkezd nagyon kiabálni. Egy kis nyugdíj kiegészítés figyelsz neki, és ott áll és nézi az autót, és egy lábosra meg egy faknál agyonver, ha az autó közelébe mész. Vagy ilyen nappal a közszolgálatában. Igen, igen. GPS a mamával már nehezebben megoldható, de ott a helyszínen tud figyelni. Ne, bele kell rakatni valamit. Vannak már egy csomó jó van, amit azért már csak trélerrel tudnak elvinni. Minden autót el lehet lopni. A kérdés, hogy mennyi idő alatt? Terike, let's go.
Teri kell ez go, így van. És ha az egyikben látja, hogy ez benne van, a másikban nincs benne, akkor inkább azt elviszi, mert nincs benne. Tehát bele kell rakni egy-két olyan rendszert, ami egyébként magyar rendszer is szerintem kiválóan működik. Nem hoztam telefont, és úgy érzem magam, mint egy félkarú óriás. Odaadom. Szenvedek, szörnyen szenvedek. Fogjad az enyém. Nem tudom, hogy mi van. Megőrülök. Összeraktam a tenisz cuccomat, és közben ébresztett a telefonom. És álltam a gardrób előtt, és pakoltam be a cuccot, és úgy hallottam, már a táskában van a telefonom, csak már nem szedtem ki, mondom, majd itt kipakolom. Erre kipakolom itt, és rohadtul nincs benne. És az egész napodat megbontja. Kit kell hívnod, kit kell visszahívnod, mi van, hogy most azon tökölök, hogy tudom bejuttatni a telefonomat ide. Most kitaláltam már. Ezek Benni a... behozza. Valahogy ide jutatom a telefonomat, mert megőrülök, hogy nincs ezek a függőségedől. Ez szörnyű, tudom. Elvonási tünetek. Ezek ez az. Remeg a szám, ver a hideg és izzadok. Nem csak egy pár óra múlva elmúlik. Egyre könnyebbnek érzed majd magad. Azért most ne adjatok telefont a kezembe, olyan vagyok, mint egy elvonom. Most legyetek velem, és légy, csináljátok velem végig, hogy nem adtok semmit a kezembe. Rosszul mondod, most egy vezetékes telefont oda lehet neked adni. Aztán pedig oda se nyúljon. És szépen lassan mindent elvonni tőle. Abzik a szám, remegek, és néha megsimogatok. A végén kapsz egy telefonkártyát, meg egy bélást. A Istenem, a bankkártyámat otthon hagytam, pénz nincs nálam, telefon nincs nálam, én nem tudom, még szerencsét. 8-10-re már jobb lesz. 10-kor szerintem elengeded. 10-kor már elengedem? Igen, 4 óra alatt. És akkor jön az a nagyon nagy nyugalom. Nem tudom, hogy mi van a tenisszel, nem tudom, hogy ki mit játszott éjszaka, semmit nem tudok ott telefon nélkül. Ott az internet előtted a számítógépen, nem húzzál már fel, hogy az a vacak most az ennyire azon fontos. Van egy ilyen applikáció, amit azonnal meg tudom nézni, most nem tudom, hol megkeresni, hogy mi van. Mi van? Van még tenisz? Tegyük már teniszre, Zsűlt, pakold már valahol. Igen, most nincs semmi. Ezt a fáradt játszik, most valaki. Játszik, most még talán játszik, még negyed hétkor fenn esett, ugye nem, lehet, hogy már vége van, nem tudom. Kira vagy kíváncsi? Nagyok hozták a kötelezőt. Miért van az embernek felesége? És a telefonom, jó kicsi. Jól van, hát Viki meghozta a telefonomat. Ilyen ő. Miért van emerülve? Mit csináltál vele eddig? Hogy nem is lemerülve, ki van kapcsolva. Ja, azt hittem, de van merülve. Mondtam volna, hogy rakja be üzenet, aztán beszéljétek, hogy kimegyünk fel. Ja, Istenem. Nem áll. Jól van. Tehát most tényleg látszik rajtad, hogy megnyugodtál. Elengedtem. Én áérező. Az ablakot nyisd ki, létsz. Elengedtek az áruházba, igen. Mindenhol elengedtem. Jaj, most megkönnyebbültem tényleg. Ezt nem tudjátok. Ez egy olyan függőség, ami köztem és a telefonom között, ez egy érzelmi viszony, egyfajta aláfölé rendelt viszony. Mi történik, ha nincs nálad délután? Egyébként semmi. Mi történik, semmi? Ha Viki számát tudod fejből, őt föl tudod hívni egy vonalasra, vagy kérsz egy telefont, innentől kezdve a gyerekeiddel tudsz beszélni, tehát hogy mi történik, ha nincs Telcsi? Ez nem olyan. Ezt mi nem érthetjük meg, egyszerű agyú, lineális, öreg ember. Ez egy kiszolgáltatott állapot, és úgy érzed, mintha a félkarodat egész egyszerűen otthon hagytad volna. Tehát, hogy nem látsz egy csomó hírt, egy csomó fontos e-mailt, de valahol egy csomó fontos SMS-t gondolunk. Valahol egyébként ijesztő. Egyébként én bármikor otthagyom, vagy elhagyom a telefonomat, kell 2-3 óra, amíg megnyugszom, realizálom, és utána már el tudom engedni. De az első pár óra az tényleg. Tehát az szörnyű. Szörnyű elvonás. Hát ez az kézzelik, hogy berongyolsz valami bevásárló központba, hogy lefékezel a parkoló keresztben, megállsz egy mozgássérült parkolóba, berohansz az autónak, nyitva marad az ajtaja, ott van izét, és keresd a feliratot, hogy free wifi. Berontasz egy kávéhez, feltéped az ajtót, és izé, van itt. Baleset történt? Nem. Internet. Van itt internet. Szörnyű. Függők vagyunk. Erre külföldön jövök rá, hogy amikor nincs 3G, mert valamilyen nem engedi az előfizetés, és most hétvégén voltunk Ausztriában, a Viki meg a Benny elmentek pisilni egy Starbucksba, az körülbelül 2 perc. 2 perc alatt beloggoltam a Starbucks free wifi-re, kitöltöttem a jelentkezést, a vezetéknevet, a nem tudom, itt pedig egyébként egy órája még Magyarországon voltam, és még volt internetem, de ugye hát nincs ott nekem kint 3G. És akkor menjetek csak, ne siessetek, nyugodtan, ne rohanjatok, addig én el vagyok. És mire pont megláttam a Benit, hogy slacsog le a lépcsőn, addigra ez elfogadva, belépve, nem tudom, és ott... Hát csak akkor kikapcsolatban. És addigra mennem kellett. Minden oké. Okay. Maradunk. Így van rojácsoki torta? Nem. Van internet.
Sajnos, hát én ezt elismerem, ezt elismerem, de hát ez egyszerűen ez be kell ismernem, hogy sajnos függő vagyok. Na, megjöttek közben az eredmények, köszönöm, de nem fárasztok senki tenisszel, úgyhogy majd én ezt megnézem magamnak. Köszönöm, elküldték a drága hallgatók, kedvesek vagytok, mit játszott Wawrinka, meg Goffi, meg Nishikori, meg Raonic, meg... Goffri. Igen, Vaniliás, nagyon jó játék. Új játékos? Hihetetlen tenyerese van a Goffrinak. Zsül, nem kell megtalálni azt a vacok csatorn. Nagyon jó, köszönöm szépen, nincsen? Kapcsold vissza. Már vége van, nincsen sielés? Sielés az van. Há, mindegy akkor. Na, meg vagyunk. Ja, és a másik ír egyébként tegnapval kapcsolatban, hogy hát hogy tegnap szintén beszéltünk róla, hogy ugye Lajcsék távoztak egy másik országba, Hungarikos, és az ügyvédjük jelezte, hogy természetesen vissza fognak térni. Hát igen, természetesen, igen. Csak egy kis pihenésről van szó. Így van. Tegnap és engedélyt kértek a hatóságoktól, jelezték nekik. Így van, humorizáltunk mi is, meg Los Chicos, El Menos, Mexikos nyomtunk, de elmondtuk, hogy a cikk azért erősen úgy volt beállítva, mintha ők elmenekülnének, és közben szerintünk nincs másról szó, mint nyaralásról, és egyébként rukkalunk Lajcsinak, hogy ez az ügy megoldódjon, és valami kiderüljön, mert itt valaki vagy valami nagyon-nagyon itt, és egyelőre a mérleg serpenyőjében, hogy szokták ezt mondani, a mérleg nyelve, vagy nem tudom. Másfelé nyal, egyelőre, másfelé nyal, de egyelőre Lajcsi felé billen, mert hogy se vádemelés, semmi konkrét bizonyíték még mindig, úgy annak ellenére, hogy valaki 130 napot volt börtönben, azért ez megdöbbentő, nem? Igen, sok. Szóval elképesztő, elképesztő. De visszatér az El Grande Spikulos. El Grande Spikulos, visszatér az Spexikos, Boldogát, ez Harmonikos, Szeretosz, Közönségos, Vidékos, Fellépos. Így is van. Lajci újra utonos, trombitálos, szokszikeros, kívánosz, Lajcosz. Megmutatjuk, mi történt velünk tegnap? Most még egyszer megmutatjuk Lajcsi Mexikóját ezek után. Lajcsi Mexikója, de lehet, hogy mi most ezt megint eltoltuk, és most ha megint megmutatjuk, akkor lehet, hogy még beszélünk inkább 2 percet, meg foglalkozunk egy-két drága hallgatóval, mint hogy most újra egy Los Mexikó, tehát Lajcsi Szosz Elmen, az legyen, mert az már lehet, hogy egy picit túl sok. Na, tegnap nagyon jó helyen voltam, képzeljétek el, a Színház és Filmművészeti Akadémia, egyetem előadásán. De mi? Volt valami használt róla, hogy mi? Ja. Igen, oda mentem. Ott volt wifi. Igen, bementem kulni. Akkurát voltam, hogy csinálom. Igen, nagyon minden kellett. Ott voltam, hogy Király utcában nagyon kellett már, úgyhogy bementem, leraktam egy zilbelsőt. Volt egy ilyen kis műhely munka, Máté Kriszta csoportjában voltam, és nagyon helyes, csillogó szemű fiatal gyerekeket ábrándítottam ki abból, hogy miért ne médiázzanak, és legyenek műsorvezetők, és miért találjanak valami normális szakmát. Nem, nagyon jó volt, oda mentem 2-re, és nem, majdnem 4:30-ig ott voltam. Az nagyon jó. 2,5 órás beszélgetés. De akkor volt igazán jó, hogy már az előadás közben mondjuk így a fél távnál 2-3-an felálltak és hazamentek. Ez megtörtént, hogy beiratkoznak egy másik fakultás. Ez megtörtént, tehát van, aki 20 perc után ment ki, van, aki 1 óra után ment ki, hát ugye ez már nem fix, mint a gimnázium, ott kell maradnod. Tehát ott ha órád van, ha más dolgod van, tehát itt nem kell. Basszus, mégis inkább hideg burkoló lesz. Mindenki kell mondani, persze, neved magadra, vagy nem veszem magamra, menj csak nyugodtan. Nem sértődöm meg. De nagyon jó volt, nagyon helyesek voltak, nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy... És akkor a végén 4:30-kor a műhely munkába, a műhely ugye mindig ilyen kis csoportos foglalkozás, tehát kevesen indultak, Balázs egyedül még nyomta, és akkor kedves, hopp, sehol senki. Aha, sehol senki, csak a Kriszta. Igen, Kriszta még ott ült. És a Kriszta végén mondom, ott miért, nem médiázatok. Figyelj, Bali, nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy eljöttél, csak azt azért jelezném neked, hogy ennek a kurzusnak a sikere az mondjuk nekem picit, hogy is mondjam, csak érdekem, mert hogy jövőre is szeretnék itt hallani, hogy máskor is gyere, persze, csak ne hozzá. Igen. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na, megmondom, miért ne legyetek műsorvezetők a következő miatt. Ezért és ezért és ezért. Elmegyünk, jó, tényleg jó, jól éreztem magam, jó volt. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket. Bali, veled érzek, tényleg egy félkorú rabló érzés, lehet egész nap nem nyúlnál hozzá, csak idegesítő, hogy nincs nálad, ez Csabi küldte nekünk. Jó reggelt, srácok, Bali, te lassan is itt tartasz. Anya, ha egyszer olyan a helyzet, kapcsold le a gépet, ami életben tart. Rendben, drágám, de anya, mit csinálsz a wifi routerrel? Kérdez valaki, gyerekek, sajnos ez a helyzet, beismerem, de a függőség... Beismerése ott kezdődik,
vagy amikor rájössz, hogy beismered, hogy igen, az vagyok. Ez az út a gyógyulás felé. Én kimerem mondani, igen, az vagyok. Levert a víz, hogy nincs nálam, mi van a Vikivel, mi van a gyerekkel, egyáltalán mi van a külvilágban, itt vagyok egyedül. Figyelj, mint a Molit hallanám. Ő ugyanezt tolja egyébként. De az már, hogy beismerem a függős, de ez nem változtat semmit, igen. Mert attól, hogy te függő vagy, attól, igen. Hogy beismered, még nem változik semmi. De van az elutasító szakasz, a tagadó szakasz, igen. A beletörődő szakasz, az elismerő szakasz, és én már ennek a szakasznak, ezen szakasznak de a végén vagyok. Legalább én bevallom, hagyjál már. Tehát ez nem semmi, ugyanaz, mintha nem vallanád be. Tudod, mennyire elszigetelt voltam az autóban, amíg ide beértem? Egyedül. Mintha egy árbóc és kormány nélkül hajóval sodródtál volna az Atlanti-óceán kellős közep. Csak úgy perc. Mentem, vittek a reflexek, örülök, hogy ide találtam, nem volt nálam a telefonom, de egy magányos kis magzat voltam a kocsimban, ahogy ültem ott egyedül, elvágva a külvilágtól. Most már minden visszatért. Azt mondja, hogy már rég 4G van, írja valaki. Uh-huh. A kollektív tudat hiánya függőséget okoz. Ilyenkor azt kell csinálni. Bármit egyébként... jelentsen ez, ebben igazad van. Én ezt érzem. Rajzolj, ott biztos a kocsiban vannak a Benninek mindenféle ilyen kis rajzeszközei, meg papírlap és stb. Rajzolj magadnak egy telefont. Nyomok gombokkal, stb. Mert azzal egy ideig ki tudod húzni. Olyan, mintha igen, eljátszod, mintha nem lenne térerő, mintha nem lenne free wifi, mintha nem lenne 4G, és akkor játszod azzal egy darabig, és azzal ki tudod húzni, ez olyan, mint amikor a zacskóba veszel levegőt. Igen, hát ezt kell csinálnom. És csinálják egy kiúszható antennát. Igen, kinyitod az oldalát, és akkor telefonálgatsz. Na, nézzünk gyorsan még egy-két SMS-t, azt mondja, a Gellért hegy lábánál elrobbant egy BKV busz a kanyar kellős közepén, ahogy az Erzsébet hídról kanyarodott fel a hegyalja útra, egy sávot elfoglal. Leszakadtak a kerekei? Alakul a dugó ide. Erről majd beszélünk, az nagyon szép történet. Pápac Eldömöl között szakaszos tejköd Laci külterekünk, Balassagyarmaton a Kossuth Rákóczi kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, a rendőrök kiabálják a színeket, ezt már küldte nekünk. Köszönjük szépen. Itt emeletem két világsztár, Billy Ocean és Little Richard, és most pont kolléganője, Money Penny is. Igen, köszönjük szépen. Okay. Ez még ugye tegnapra reagálva. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk ezen a csonka héten. Csonka hét. 3 játékból egy már miénk. Ha ez megvan, akkor megvan minden. Akkor behúztuk a hetet. És utána jövő héten egy teljes hét, majd húsvét. De jó. Mi korán van most húsvét, észrevettétek? Nagyon. Sokkal. Nagyon. Igen, sokkal korábban jön, mint ahol ilyenkor. Ti hülye, az mindig változik. Most ez tényleg mindig változik. Igen, változó. Az változik, az ki kell számolni. Ja, de nem ilyen nagy távlatokban változik. Tehát, hát nem, de van, amikor április közepére esik. Idén 2 hónap korábban jött hús. Most meg március végére, majdnem 3 héttel is korábban van most a húsvét, mint ahogy egyébként általában lenni szokott. Ez érdekes, nem? Március vége nem nagyon szokott, április közepe elejére esik, úgyhogy... De rohadt ideg van, mondta a nyuszi. Így a nyuszi nem fog tolni a idegbe, csak valami nagyon csúnyán. Koppantak a kim. Na, hát akkor meghallgatjuk Ákos híreit, jó drága hallgatók, ha játszanátok velünk, mert úgy érzitek, hogy van még bennetek erő, akkor jelentkezzetek a játékra, 1-0-ra vezetünk, úgyhogy muszáj szépíteni, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 9 perc, múlva 7 óra egy jó kis rockset után. Már itt is vagyunk, és játszunk ugye, ott tartottunk, hogy 1-0-ra vezetünk. A csonka hét első napját tegnap ugye behúztuk, úgyhogy nagyon kell a győzelem nektek, ha játszani akartok. Azt hiszem 7-2 a hetes átlag. 7-2 a hetes átlag, így van. Jó volt ez a Neoton szám, igen, nekünk valaki, köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, hello! Hogy jó reggelt! Válkozni Csabi vagyok, Békési húsboltból telefonálok. Csabikám, adj jó kis húsboltból. Hát az igen. Milyen jól hangzik, és kivel szeretné játszani? A Janival. Velem. Direkt nem dobtam be azt, hogy nem néztem az SMS falra, és láthatlanban megmondom, hogy a Ferivel fogsz. Békési húsból. Mit akarsz te egy vegetáriánus? Igen. Hát ez az, a véredet szerintem. Rábeszél a húsra. Na, megbeszélhetitek akkor ezt játék alatt, jó? Jó van. Jó, rendben. Indíthatjuk az órát? Igen. 3-2-1, tessék. Kérdez már, Jani. Parancsolj, Csabi. Kérdezel? Kérdezz nyugodtan. Készültél kérdésekkel?
Nem annyira kérdés. Ott a végre. Azt a mindenit. Hát egy hentestől ezt nem vártam el. Nem is tudom még mit nyomják, nem is találtam meg a pultot. Gondoltam, viszem egy korcsot, vagy csinálok valamit itt, amit birkoztok egymással. De ugye vagyok. Jó, köszönöm. Egyébként azt szeretném volna mondani, ha lehet. Lehet, mond. Mondja. Lehet, hogy egy régi adástól vissza, hogy ilyen... Voltatok ilyen tréningen, ugye, disznóvágásos tréningen. Disznóvágás tréningen. Igen, igen, mezőtől. Ilyen csapatépítő tréning. Hát én tudnék nektek mutatni egy videó felvételt egy jó kis csapatról, ahol volt vagy 10 hentes, aha, és egy disznó reggel 7 órától délután 4-ig, és nem és volt és sose ég. Lett vége, viszont ittasak voltatok. Hát ilyen. De legalább a disznó megúszta. Köszönöm szépen. Köszi Csabi, szia. Csabika. Ciao, hello. Hogy izgalmasabb legyen a hét, ezért egy-egy. Jó az. Holnap dől el, ki fogja megint elő. De mi tegnap nyertünk. Mi nyertünk, igen. Nem? Hát azt mondom. De ma is hát mi nyertünk. Ma is, miért? Aha. Ja, tényleg. De odaadhatjuk. Igen, egyébként tényleg. Főzzek egy kompromisszumos, hogy odaadhatjuk, de szerintem 2-0, nem nagyon tudom. Nagyon jó vagy. Hogy számolunk, de én 2-0. Sejtek itt a háttérben. Jól érzed. Igen. Na, azt mondja, hogy Veszprémben a Tescónál baleset, kaptuk SMS-ben, M3-ba szilas pihenő befelé torlódik, a birkák a sárkúton keresztül a kereszt megszegve rohannak. Torlódi, jött ez is SMS-ben. Köszönjük szépen, és a Megyeri híd le van fagyva, Szentendre felé vezető szakaszon kb. 5 autó a szalagkorláton, a hatóság kint van mind a két oldalon, úgyhogy ott is vigyázzatok, mert dugóra lehet számítani. 6 perc, ha pontosan 7 óra, jövünk Ákos, hírei után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Nem működik a skipém. Hát egy csomó minden nem működik. Egy csomó minden nem működik, igen, és nem tudom, hogy miért nem. Ilyenkor törölni kell, vagy mit kell csinálni. Újra te csak örülj a telefonodnak. A telefonomnak nagyon örülök. Tehát a telefonomnak, gyerekek, olyan boldog vagyok, hogy ez... El nem tudom nektek mondani, hogy mit éreztem, amikor magamhoz szorítottam őt. A kis aranyos drágát. A harmadik gyerekedet. A harmadik gyerekemet tulajdonképpen itt tartunk, igen. De valamiért nem. Ilyenkor senkinek nem működik az országban a skipéje? Ja, vigasztad magad ezzel, nem, csak neked. Csak nekem? De Zsül arany kezei, a kicsi, puha, kicsi, kis kezecskéi azonnal. Azonnal. Megoldották, tudta, amit, megoldották, amit meg kell. Kis húsos, lusta, puha. Az a kis puha, kis kivacsos, kis ujjacskája, szívesen, amikor hozzám ér. Jó volt ez az új Pet Shop Boys. Hát jó, az bizony. Egy jó kis Pet Shop Boys. Nincs jobb egy jó kis angol gütyülgengnél, írja valaki. Köszönjük szépen. Fejlődik a prügyi duó. Jött ez is SMS-ben. A jóre Chris Rudy. Nagyon. Milyen fene lehet egyébként tényleg Chris Rudy-val. Kiment hajóra, azt tudom, és akkor most állítólag újra támad majd valami új dallal. Igen. Hál' Istennek visszatér. Hogy örülsz, látom az arcodat. Pedig azt mondjuk, hogy de nagyon jó ez a vendéglátózás, hogy kint hajó dolgozni. Picit azért, tehát feszített a tempó, meg azért minden percig be van osztva, de hogy elég jó huli. Pénzügyileg, ha arra gondolsz, igen, de egyébként meg vagy egy ilyen 2 négyzetméteres kis állófülkében, ha kevésé van szerencséd, akkor nem tudom, egy nikaraguai mosogató fiúval hoztatok egy állófülkébe, az az otthonod, az az életed, a hajó nagyon nem járkálhat szerintem, tehát elmehetsz a munkahelyedig, a bárig, ahol lezongoráztad magad, és utána mondtuk, hogy akkor tessék személyzeti kantinba így egy italt, és mehetsz aludni. Hát viszont lesz egy ilyen 300 dolos repertoárod. Mondjuk azért a fejlődésben nagyon jó. Amit el tudsz nyomni. Igen. Na, azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon, nézzük meg. Megyeri hídon van egy balesetünk, vigyázzon, aki arra megy, mindkét sávot elfoglalják a balesetben résztvevők, úgyhogy nagy a dugó erre is, arra is. Budakalász felé is, és Újpest felé is nagy a dugó. Aztán, na azt nézem, M3-ason a 62-es kilométernél Budapest irányába Atkar és 60 között, Atkar. Ugye vezető helykezetek miért egy csomó esemes. Atkár és 60 között belerohant egy furgon egy kamionba, még friss hatóság még nincs. Vigyázzon mindenki, ezt Tomi küldte nekünk. Györulfajú után Győr előtt 3 autó ütközött, lassú a haladás, nagyon nagy a köd, mindenki menjen óvatosan. Aztán Újpesten mérnek a rendőrök,
Darnozselinél vajkrém színű transporterből szintén mérnek. Ezt Gázos Petya küldte nekünk, köszönjük szépen. Két rendőrautó ütközött Veszprém mellett Almádi felé. Gyanítom, ez lesz az év leggyorsabb helyszínelése. Ha csak nem vesznek össze valamit. És akkor hívnak egy harmadik rendőrt? Ugye? Tehát ha az egyik nem ismeri el a másikat, akkor azt mondják, hogy akkor hívjuk a rendőrséget? És akkor kijön a rendőrség? Az, te neked van, nekem van igazán, nem te hibáztál. Nem, ilyenkor civileket hívnak ki. Jó, rendőrt nem hívhatunk, hívjuk civilt? Civil baleset helyszínelőket hívnak. Ilyenkor csak egy civil dönthet két rendőr ügyében, nem? Egyébként lehet, hogy valamiféle verseny zajlott köztük, nem? Még az is előfordult. Kitérős verseny, igen. Nem térek ki akkor sem, nem húzódok, nem, én vagyok a jobb, én vagyok a keményebb. Igen, az mindig fura, amikor két rendőrautó. Furcsa, hogy? Amikor két rendőrautó ütközik, igen. Azt mondja, hogy... azt nézem, találtam még valamit, ami talán fontos lehet. Igen, ez a veszprémi rendőrautó eset megvolt. A 86-os útról írjátok sokan, hogy ködös, és Szélsárkányba visszaért a gólya. Ezt Oliver küldte nekünk, ez egy fontos információ, hogy jönnek szépen, szállingoznak visszafelé a gólyák. Mondjuk most még azért összehúzza magát erre az egy fokra. Hát most reggel még egy kicsit fázós, de nappal már azért az azt jelenti, hogy korán jön a nyár, ez azt jelenti, hogy mit mond, ha korán jönnek a gólyák? Az SMS-ben nem derül ki az, most, hogy visszaért a gólya, ez most azt jelenti, hogy tavalyról idénre ért vissza, vagy pedig csak elment BK-ért. Tehát lehet, hogy most csak érted, elugrott valahol. Csak reggelizett egyet, és megjött. Aha. Kész, érted. Nem lehet, hogy nem biztos, hogy ez a tavalyi gólya. Fél órával ezelőtt még ott volt, csak elugrott valamiért. Ja, vagy lehet, hogy el sem ment. Hát nem? Csak lehúzta magát, csak és nem láttad a fészekben. Igen. Na, egy nagyon érdekes dologgal szeretném foglalkozni, amit szerintem sokan átéltek, és mindenképpen érdemes róla beszélni, mert amikor az ember elolvas egy ilyen írt, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem bicskony nyitogató, én legalábbis nagyon felhúzom mindig magam rajta, és nem azt mondom, hogy egy olyan jelenségről van szó, amiről az ember nem tudna, meg amivel ne kellene együtt élnünk, de mégis csak felháborító. Nem tudom, hogy hallottátok-e annak a veszprémi orvosnak az esetét, aki egy veszprémi kórházban dolgozott, és ő onkológus nőgyógyászként dolgozott 2012. márciusa óta. A kórházban, ebben a veszprémi kórházban, és hát többször ezen idővalóban, attól nézve 2012 óta azért ugye, hát tudjuk, hogy hány év, pénzt követelt a betegeitől. És tette mindezt úgy egyébként, hogy hát elmondta, hogy nála milyen vizsgálat mennyibe kerül, és elmondta, hogy egy-egy műtétre ő mennyit kér előre. De úgyhogy ez nem egy egyéni orvosi rendelés volt, ugye? Nem egyéni orvosi rendelés, tehát rendes, volt, ez kórházban, TV által támogatott. Nem magánorvosi. Tehát nem magánorvos, igen, persze, nem magánorvos volt. És nyilatkoznak ebben a cikkben elég sokan, akik kapcsolatba kerültek ezzel a dokival. Elmondja az egyik nő például, hogy 50 ezer forintot adott neki borítékban egy bizonyos műtét előtt, de amikor az orvos megszámolta a pénzt, akkor kérdőre vonta, hogy hát nem ennyi az ő tarifája. Hihetetlen. Hogy nem ennyi az ő tarifája. Hát elemezzük ezt a mondatot, hogy ez már önmagában, mit jelent egy orvos szájából. Ugye? És ez az eset szerintem több szempontból is felháborító. Később egyébként állítólagosan megkapta ezt a fennmaradó összeget, viszont több mindenki nem fizetett neki, azokat folyamatosan faggatta, hogy hát mikor kapja már meg az elmaradott pénzt. És ez egy doki. Még jó, hogy megcsinált ez a egy doki. Aha. Hogy azt mondja, hogy ez 50 ezer, kedves hölgyem, de én ezt a műtétet csak 75 csinálom meg, úgyhogy nincs műtét. Érted? Hát már majdnem ezt a mondatot várod. Igen, hogy nála ez ennyibe kerül, amíg nem fizetett, ki nem csinálja meg. Van, aki aztán feljelentést tett, mert hogy készült egy beszélgetésről egy hangfelvétel, és ő ügyes volt, mert hogy erről a beszélgetésről, amikor a doki fenyegette, hogy miért nem adja még meg a pénzt, akkor hát feljelentést tett, fölvette a beszélgetést és feljelentést tett, és kiderült, miután ennek a 60 éves orvosnak egyébként ugye ügye van, hogy több pácienssel előre megbeszélt tarifa szerint dolgozott, illetve figyelmeztette sokszor azokat, akik tartoztak neki, hogy jó lenne. Tartoztak, érted? Tehát, hogy volt ilyen, ez ilyen sikerdíjnak számított? Vagy a második felét az összegnek mondjuk, ha nem sikerült a műtét, akkor nem kérte el, vagy mi?
Hát ha már belementél ebbe a dologba, akkor nyilván neki ugye kellett ezt a pénzt követelnie, mert akkor hiteltelenné válsz a betegeid előtt, hogy nem hajtott be a lóvét. De várjál, mi van, hogyha oké, megcsinálta a műtételt, és sikeres volt a műtét, és akkor oda megy hozzád, és akkor azt mondja, hogy akkor jó napot kívánok, tetszik nekem jönni 20-30-40-50 ezer forint. Igen, na most ez több szempontból hát ez több szempontból is nagyon aljas. Ugye egyrészt azért aljas, ez a legfontosabb, mert elvileg nem kérhetne pénzt. Ugye? Tehát más az, amit a borítékban a kezelés után odaadsz neki, egy elképesztő rossz, hazug, aljas rendszer ez az egész, ami erre alapul, ugye, mint paraszolvencia. Hát szerintem, aki benne van, az is gyűlöli, mert nagyon sok orvos harcol ellen, hogy végre ne legyen. Aki adja, az is gyűlöli. De az mégiscsak egy kezelés után te úgy érzed, hogy valamit adsz. Oké, okay, most nem erről van szó. Na most az orvosok meg az egészségügyi alulfizetettségéről ezt nem tudjuk, beszéljük, mert nem erről van szó. Igen. De amikor beteg, kiszolgáltatott emberekkel játszod el, hogy te az élet-halál ura vagy, és te akkor vagy hajlandó őket megvizsgálni, meggyógyítani, ha neked fizetnek. Ez zsarolás. Az egyrészt zsarolás, kettő olyan fajta visszaélés azzal, ami a te hivatásod, és amire te esküdtettél, hogy meggyógyítod az embereket, ráadásul ebben a helyzetben te nem is nagyon szólsz senkinek, mert az az első gondolatod, hogy jaj, ott fekszik a szeretted, jaj, nem vizsgálják meg, nem műtik meg, jaj, nehogy esetleg kevésbé foglalkozzanak vele, tehát azonnal fizetsz. Pont nem? Ezt használta ki a csávó egyébként. És mit tudod, hogy oda beviszed a feleségedet szülni, érted, vagy egy vizsgálatra azt a nőt, akinek ráadásul onkológia, ugye? Tehát nem mersz szólni, nem tudsz szólni, nincs időt szólni, ott gyorsan túl akarsz lenni a vizsgálaton, meg akarod tudni az eredményt, szeretnéd már a családot megnyugtatni, hogy mi a helyzet, hogy most akkor van betegség, van tünet, nincs betegség, tehát hogy ott eleve ugye baromi nehéz időt kapni, egy onkológiára eljutni. Hát nagyon nehezen vagy, mert ott valaki neked mond egy összeget, nem reszkírozod azt meg, hogy te mondjuk 3 hónapra megint kikerülsz, vagy nem vizsgálnak meg. Rettenetesen aljas. Tehát amikor ezt a cikket elolvastam, annyira felúztam magam, és aztán eszembe jutott egyébként, hogy mi is jártunk így, és szerintem egyébként mindenki járt így. Nem? Hogy mondták a pénzt. Hát most nézzük meg a gyereknek a születését. Hát... Nekem a dokim az első kórházban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Mindegy. Nagyon-nagyon komolyan vette igen. A dolgot. A milyen kis. Jó. A milyen kis olyan nyilván, hogy is volt bent a szülésnél, pedig fizettük neki folyamatosan hónapokon keresztül. Na most akkor mi van? Akkor hogy mondod? Azt mondja, hogy nála a szülés mondjuk 100 ezer. Tessék. Ugye? És rendes a helyen. Mi az, hogy nála a szülés 100 ezer? Mi az, hogy nála a szülés 100 ezer? Ez miről szól? Ha megmondja, hogy mennyi pénzt kell adni azért, hogy egészségesen éppen szülessen a gyerek. És itt jön a kérdés, hogy egyébként, ha ezt nem dobod be ezt a pénzt, akkor nem... Akkor úgy kiragadja az anya méhéből a gyereket? Nem, azt mondják, hogy azt fizeted, csak 50-et fizetsz. Azt fizeted meg, hogy biztos, hogy ott legyen. Jó, hát... De mi az, hogy nála a szülés 100 ezer? Mert nem egy gyerekorvostól hallod, nem egy baráttól, ismerőstől hallod, hogy azt mondja, hogy neki a gyerekorvosa azt mondta, hogy mikor ugye te odamész hülyén, kiszolgáltatva már egyébként 9 hónapon keresztül, te fizeted a vizsgálatot, elmész 10 ezer, adod, majd azt mondja például a doki, hogy nála a szülés 100 ezer. Odaadod. Mert nyilván odaadod, mert azt akarod, hogy jó kezekben legyen a feleséged, vigyázzon rá, megszülessen a gyerek, de mi az, hogy nála a szülés 100 ezer? Hogy mer valaki ilyet kimondani? Ezt értitek? Azonnal el kellene venni. Azonnal el kellene de venni. De nincs, aki jelentse. Hát nincs, aki jelentse, mert te nem jelented, hiszen abban a pillanatban te cinkostárs vagy, amikor odaadod a 100 000-et neki. Érted? Akkor te belementél nem a akkor kell jelenteni, Felite, nem akkor kell jelenteni, mikor odaadod, hanem előtte kell jelenteni, hogy tőled ezt elkérték. Hát ha már belemész a játékba, után már ne rohanjál jelenteni, hogy ez milyen szörnyű dolog volt, elkértek, de te kifizettek. Nekem akkor kellett volna, vagy bárki másnak, amikor az van, hogy nála a szülés 100 000, akkor azt kellett volna mondani, hogy mégis hogyan? Tehát egy normális állami kórház, te 9 hónapig fizettél egy csomó mindent. Mi az, hogy nála a szülés 100 000? De senki nem mondja ezt, nyilván, mert oda jártál. Én 8, sem mondtam, basszus. 9 hónapig oda jársz. Abban az emberben te megbízol, azért akarod, hogy ő vezesse le a szülést, mert látta a feleségedet 9 hónapon keresztül. Hát ott már persze, hogy nem mondja senki, hogy ja, 100 000-et kész, akkor följelentelek. Hát hova fogsz, átmész másik orvoshoz, hogy mi van? Mi is működtetjük ezt a rendszert, de most nem a paraszolvenciáról beszélünk, tehát a kettőt nem szabad összemosni. De jó esetben azért ki is alakul mondjuk a beteg és az orvos között, ez alatt a hosszú időszak alatt, ez alatt a pár hónap alatt, amikor persze fizetsz vagy nem fizetsz, általában nyilván fizetsz, egyfajta bizalmi viszony, amire építesz akkor, amikor jön a műtét, vagy éppenséggel nem műtét, hanem mondjuk a szülés.
És akkor tényleg azt gondolod, hogy te megalapoztad azt, hogy itt minden jól sikerüljön, hogy minden rendben legyen. És én megkockáztatom azt, hogy sok ember egyébként nem is annyira foglalkozik így az összeggel, mert megnyugvás neki az, hogy oké, én ezért fizettem itt olyan fél éve keresztül, vagy egy éve keresztül, és akkor egy éve keresztül nyilván nem. Tehát egy fél éven keresztül, igen, hát akkor egy kicsit túlhordta. Én szerintem szörnyű. Ez szörnyű, és ez a mentalitás is szörnyű, és érted? Az szörnyű, hogy ő azt mondja, hogy nála a szülés az nem tudom, 100 ezer vagy 150 ezer, hát nála az így szokott menni. Szóval, hogy az ember felháborodik, de jelen esetben nincs más dolgod. Oké, de mondjuk a szülés rendben, tudjuk, hogy az emberek adnak pénzt, de ez az orvos, aki egyébként ezt megcsinálja, még az is van a cikkben, nem tudom, hogy aztán ez igaz, mert ez már tényleg nagyon furán hangzik, hogy vizitdíjanként például 15 ezer forintot kért. Tehát az, hogy ő megvizsgáljon téged, vagy elmenjen és megtartsa a kötelező vizitet, ugye nem tudom pontosan, hogy ez hogy történhet. 15 ezer forint, ez hogy volt, hogy ő oda ment ártatlan hozzátartozókhoz, akiknek egyébként bent feküdt lehet az onkológián, vagy derült képer a balakiükről, hogy Ákos, és ott kellett kezelni. És azt mondja, hogy megvizsgálom a feleségét, 15 ezer forint lesz. Tehát ez már az a pont, ahol te lépsz, nem? Tehát itt már nagyon naívnak és ártatlannak kell lenni, hogy azt mondta, hogy igen, akkor hetente háromszor még kifizetem a 15 ezeret, hogy akkor tessék már megvizsgálni a feleségem. Tehát ez már mindennek az alja. Az. Vagy azt elhiteted magadról, hogy te annyira jó vagy, hogy te vagy a szakma csúcsa. Asszonyom, aki hozzám akar járni, annak fizetni kell. Nem tudom. Nem, hogy akkor zsebbe nyúlsz? Nem, hát nem maga, nem elhiteted, visszajössz azzal, hogy kiszolgáltatottak, visszajössz azzal, hogy bíznak benned, visszajössz azzal, hogy nem értenek hozzá, hogy nem mennek máshoz menni, hogy abban vannak. Bíznak, hogy te majd megmented. Hát ha valaki azt mondja neked, hogy 30 000 forint és a párod, feleséged, gyereked, amiben életben marad, nyilván kifizeted. Azért ilyen drága közben, doktorul, mert nagyon jó. Igen, közben le se esik, hogy te most itt ezzel meglettél zsarolva, és úgy szednek ki belőled pénzt, ami nem hogy gyomorforgató, hanem tehát nincs is erre jelző. Az, hogy ezt valaki 4 éven keresztül meg tudta csinálni, az a betegek hibája. A betegek hibája is, igen. Uh-huh. Vagy a hozzátartozók hogy hibája. Senki 4 év alatt nem mondta azt, hogy doki, hát elnézést, ez egy közkórház, egy állami kórház, én fizetem a TB-t. Hogy ezt senki nem mondta 4 éven keresztül? Hát a kollégák nyilván nem tudtak, vagy de például az is érdekes, egy asszisztens nő van mellett. Nem nyomja föl. Szerintem ez egy ilyen kollektív nagy hazugság ez az egész. Tehát, hogy ugye most tényleg nem szabad összemosni azzal, ami ellen azért nagyon sok orvos küzd, de ez az egész paraszolvencián alapuló rendszer, ez az elfordítom a fejem, úgy csinálok, hogy ne fájjon, odaadjom, ő kap, ő nem kap, nem vettem észre, hogy ő kap. Kórház ugyanolyan munkahely, mint az összes többi, ugyanúgy mindenki tud mindenről. Mint bármilyen más munkahely esetében. Tehát, hogy meg az másik hogy dolog, ne, biztos, amit, hogy tudták, amit hogy ne. Adsz. Hát, amit adsz, az más, de ha kéri valaki, hogy ez 15 ezer, ez 30 ezer. Meg a műtét után, tudod, éppen a gyógyulófélben élve beteget, vagy a hozzátartozókat zaklatja azzal, hogy még jönnek 30-szal. Igen. Fölhívod aput, hogy meg volt a kezelés, akkor még... A nevezett orvos műtött az édesanyámat, neki is megmondta, hogy ez a műtét 150 ezer forint lesz, 3 részletben lehet fizetni. Hívjuk föl, jó? Hogy mondja el nekünk. Jézus, de van részletfizetési lehetőség is. Igen. Jó, hívjuk föl. Piros 39 is a vége, csak hogy mondja el nekünk. Szóval... Nem tudom, az egész rendszer nyilván mérgezett, és ettől az egésztől, de tudom közben, hogy a dokik is sok jó érzésű, normális doki egyébként ettől szabadulna, és szeretnének azért azon dolgozni, hogy kapjanak olyan béreket, és az egész paraszolvencia szűnjön meg. Vannak dokik, akiknek ezt érdeke életben tartani, és mindent megtesznek, hogy elkasszálják, de azok, akik fiatalok, akik most végeznek, akik frissen jönnek, azok már ettől az egész rendszertől hánynak, és az orvosi elvándorlás nagy része miatt van, mert nem akarnak titokba átvenni borítékot, belenézni, megszámolni, visszaadni, kellemetlen megalázó. El akarsz menni egy jó helyre, ahol téged megfizetnek, és azért te elvégzed a dolgodat. És neked nincs szükséged borítékra, de van egy bizonyos érdekkör, van egy bizonyos orvoscsoport, az idősebbek, akik viszont ezt azért bőven üzemeltetik, nagyon jól megélnek belőle, és nem áll értekükben ezt az egészet felszámolni. A fiatalabbak már egészen máshogy gondolkoznak. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hello, szia. Laci, ugye Laci jól mondom? Igen, hello, Laci. Igen. Na, írtál nekünk egy SMS-t. Igen, hát erre szeretnék reagálni, hogy édesanyámat 3 éve ütöttem. Az a doki, nem kell kimondani nevét, az a veszprémi orvos, akiről mi most beszélünk? Igen. És hát annyi volt, hogy én kísértem édesanyámat a kórházba, és bekísérte ugye a szobájába, és ott megmondta édesanyámnak, hogy ez egy komplikált műtét, ez 150 ezer forintba fog kerülni,
de lássa, hogy hát nyugdíjas, meg minden, hogy hát nem kell egy összebbe kifizetni neki, ráér három havi részletbe. Két édesanyám fel volt háborodva, látta a főorvos úr, hogy hát velem beszélget, és akkor egyből odalépett édesanyámhoz, még visszahívta a szobába, és kérdezte tőle, hogy hát ez a fia. És akkor mondta édesanyám, hogy igen. És akkor kérdezte, hogy hol dolgozok, mennyi a fizetésem, mivel foglalkozom, úgyhogy... És végül fizettetek? Kapott. És igen, műtét után édesanyám, hát végül is fizettünk, megmondom, hát 50 ezer forintot vitt neki borítékba, amit egyből felnyitott, és mondta, hogy hát ugye tetszik tudni, hogy még tartozik. És mondta édesanyám, hogy igen, majd pótolni fogom, és amikor ment kortolvizsgálatra, akkor 30 ezer forintot, meg egyszer 20 ezer forintot, tehát 150 nem lett. De 100 lett. Laci, de egyébként miért fizettetek? Tehát nem jutott az eszedbe, hogy ez illegális, ez törvénytelenül, ezt nem kérheti, TB-t fizettek. Tehát ilyenkor nyilván az ember kiszolgáltatott, és én nem hibázhatlak, csak azt gondolom, hogy a doki pont ezzel a fajta naivitással élt vissza, hogy nem jutott az eszedbe, hogy megbeszéld anyukád, de hogy figyelj, nem, szólunk valakinek, vagy nem de fizetjük ki. Eszembe jutott, csak ugye akkor a műtét javott édesanyámnak, hogy örültem, hogy ebből jól ki. Tehát ez, ami megfizetettem volt részemről, tehát azt mondta az ember, hogy jó fejet hajtok, ezt meglépem, ezt a dolgot, tehát kifizetem neki, már amennyi tőlünk telik meg minden, és akkor ugye, hát mikor már kezdett ez ilyen zsarolásba átmenni, mert legközelebbi alkalommal már mondtam édesanyámnak, hogy hát mikor már így az a 100 ezer forintos dolog ez becsengett, akkor mondtam neki, ha még egyszer így elkezdi idézőjelbe zsarolni, akkor bemegyek én is, és akkor telefonfelvételt készítek az egészről. De hát erre már így nem kerül sor, mert utána már elkezdődtek ezek a dolgok a főorvosóra. És végül akkor, ahogy mondtad, kifizettétek. Igen. És az a mondat elhangzott konkrétan, hogyha nem tud fizetni, akkor nem csinálja meg a műtétet, vizsgálatot, bármit? Nem. Tehát ilyen nem volt, hogyha nem csinálja meg okosan a műtétet, hanem persze. Igen, tehát önállal csak ez volt, hogy hát ez egy elég komplikált műtét, és ennek a tarifája 150 ezer forint lesz. Tehát, hogy úgy kalkuláljunk. Tehát ezt beszéljük meg a családdal. Aha. Hogy van anyukád egyébként? Köszönöm szépen, jól most már. Jól jött ki belőle, voltak még ilyen utókezelések, minden, úgyhogy most már 3 éve, hogy túl van ezen a műtéten, úgyhogy de köszönöm szépen. Jó. Azóta volt az ismerősötök környezetében, vagy arra, amerre laktok, hasonló tapasztalata valakinek ezzel a dokiban? Nem. Igazándiból, mikor ilyen sugárkezelésre járt édesanyám, még ilyen utókezelésekre, akkor egy másik kórházban, tehát a szombathelyi kórházban, ott is már híre volt ennek a főorvosnak, tehát már ott is mondták, hogy hát igen. Börtönbe kéne menni az ilyennek, hosszú igen, idő a gyereknek, igen. Tényleg, és hogy soha többet ne praktizálhasson. És ugye milyen okosan mondja, mert közben nyilván áthozza a frászt, és nem azt mondja, mert az túl egyértelmű, hogyha nem fizesz, nem csinál meg, hanem azt mondja, hogy nagyon bonyolult műtét lesz. Ugye? Ráthozza a frászt. Igen. Tehát nyilván megijedsz. És átfut az agyadon, hogy nem akarod elveszteni azt, akit te szeretsz. Majd mond egy olyat, hogy 100 ezer forint, tehát tulajdonképpen ezzel ő megvásárolja azt, hogy te megnyugszol, hogy bízzál benne, és úgy adod neki oda ezt a pénzt, hogy na akkor most már biztos, hogy valószínű minden rendben lesz. Tehát okosan is van ez a dolog felépítve. Most már én is nagyon oda fogok figyelni. Nem is kell kimondani, csak hogy nagyon bonyolult lesz, 100 ezer forint, és higgy el, hogy meg fogjuk tudni oldani, minden rendben lesz, de ez egy bonyolult műtét, ennyibe kerül. Hát nyilván azonnal odaadod, gyomorforgató. Egyébként tényleg felháborító. Ez, hogy megkérdezi az édesanyádat, hogy mivel foglalkozik a fia, hogy keres, és akkor belője az összeget, hogy amit még ki tudok fizetni. Tehát, hogy elképesztő. Visszatérve még csak egy gondolatot, hogyha még beleférek az időbe, hogy ez mikor így kezdődött ez a történet, akkor végül is az volt, hogy elmentünk megbeszélésre, ugyanúgy elkísértem édesanyámat, akkor én nem voltam bent, akkor ő felrajzolgatott neki egy papírra mindent, hogy hol vannak ezek a betegsejtek, hogyan, miképpen ezek a daganatok nála, és akkor utána behívott, és mondta, hogy hát majd beszéljük meg, nekem adta oda a telefonszámot, hogy beszéljük meg, hogy vagy sugárkezelés, vagy műtét, de oda súgta, hogy ő mindenképpen a műtétet javasolja, tehát ezt próbáljuk meg otthon megbeszélni, meg minden, hogy hát mindenképpen szükségét látsz annak, hogy hát meg legyen műtve édesanyám, és akkor felhívtam,
és akkor beívott bennünket időpontra, és akkor ott szembesült. Igen, és ugye itt is jön a kérdés, hogy hány olyan műtétet hajtott végre, amire lehet, hogy éppen mondjuk nem biztos, hogy teljes egyértelműen szükség volt, mert lehetett volna más kezeléssel, ami lehet, hogy durvább, de abból neki nincs pénze, és azt mondja, hogy akkor műtét, mert mindenféleképpen kell a műtét, mert nyilván abból van egy sugárkezelés, az ember elmegy, azt ott megkapja, abból neki effektíven nincs pénze. Tehát, hogy ilyenkor mennyire dönt, ráadásul objektíven dönt, és csinálja tényleg azt a kezelést, ami valójában szüksége van. Laci, köszönjük, hogy elmondtad. Én köszönöm, sziasztok, további szép napot. Köszönjük, jó egészséget anyukádnak, köszönjük szépen. Sziasztok. Na, hát rengeteg SMS, drága hallgatók, tudjátok, hogy mi a téma, írjátok meg, ki hogy járt, hogy mondta be az orvos, mit mondott pontosan. Nyilván most tényleg nem azokat az eseteket keresünk, amikor te a kezelés végén oda mentél és átadtál 5000-et a nővérnek, elfogadta. Nem a hálapénzről van szó, hanem olyan SMS-eket, olyan hallgatói hozzászólásokat állunk, amikor az orvos teljesen egyértelműen kijelentette, hogy nála ez ennyibe kerül, lászülés tényleg 100 vagy 150 ezer forint, felháborító nonsens. És akkor aznap, amikor nincsen pénzes, ügyfele úgymond, akkor nem műt. Akkor hát nem szűz. Akkor nem szűz. És ő a főorvos, nem kell elszámolni. Akkor nem szűz, igen. Tehát amikor az orvos mondta, jó, ezt mindenféleképpen írjátok meg nekünk. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Talán sokan hallottátok annak a veszprémi orvosnak az esetét, akiről mi beszélgetünk, ugye. Ő egy onkológus nőgyógyász, aki a Veszprém megyei kórházban gyógyított, és azt hiszem egyébként a kórháznak is baromi kellemetlen. Hát, szóval nyilván egy csomó becsületes doki, nővér, ápoló, kórházigazgató dolgozik ott, és amikor ez megtörténik, ez nekik is elképesztő kellemetlen. Hosszú-hosszú éveken keresztül a veszprémi kórházban nagyobb mennyiségű pénzt követelt a betegektől, és hát azt mondta, hogy bizonyos műtétek ennyibe kerülnek. 100 000-ről van szó tulajdonképpen életmentő műtétekért. Hát most megnéztem egy videót, életmentő műtét azért nem maradt el, mert ha valaki nem tudott fizetni, de akkor utána már a járóbeteg rendelésen vagy kontrollon követelte az elmaradott összeget. Egyébként 3,5 év letöltendő szabadságvesztéseit ítélték első fokon, és amit számomra ilyenkor például fura, hogy 4 éves eltiltása. Tehát, hogyha valaki hosszú éveken keresztül beteg embereket nyomorít meg, és él vissza a bizalommal, és azzal, hogy élni akarnak, nem akarnak meghalni. Miért nem mondja ki a bíróság, hogy soha a büdös életbe többet ez az ember, akinek ilyen a mentalitása, és elfelejtette azt, hogy mi letette az eskü, soha kész, vége, nem gyógyíthat többet. Úgy él meg, ahogy akar, abból, amiből akar, nem gyógyíthat többet. Tehát 4 év leülött ki, azt nyilván nem fog ezt már csinálni, de ilyenkor ezt az ember kevésnek érzi, nem? Hát igen. Ez egyelőre még csak első fok, tehát nyilván ez még azért változhat. És ugye hát úgy derült ki, megnéztem egy anyagot, hogy jelentették a kórház igazgatójának, aki azonnal ugye megindította az eljárást, hát kötelessége is megindítani, meg hát érdeke is nyilván, hogy ők tisztáromossák magukat, és akkor azonnal hát megtették a feljelentést, és a betegeknek kell egy bírósági eljárás keretén belül bizonyítani, hogy ez valóban megtörtént. Tehát ez hülye a helyzet, mert te voltak, aki fizettél, megnyomorítottak, megaláztak, és utána még mennyi hónapokon keresztül bíróságra, és bizonyítsd, hogy te tényleg így adtad át, ekkor adtad át, ennyit adtál át. És hogy bizonyítod, legalább, amikor általában ezek a dolgok 4 szem közt, vagy 6 szem közt történt. Hát igen, de kiderült, egy nő nyilatkozott, és mondta, hogy még 9 esetet vizsgál egyébként az ügyészség, és folyamatosan idéznek be mindenkit. Szóval elképesztő az ügy, és hát nagyon durva SMS-ek is vannak, mondanna. Velem is volt ilyen sztorit, pont a Vikivel beszélgettem kint, hogy én orvost váltottam akkor, nőgyógyászati magárendelőbe történt, hogy minden olyan vizsgálatot, ami mondjuk ultrahang, mert nem túl jól felszerelt volt a rendelő, azt kék kártyával, tehát TB kártyával mentem, és a kórházba, ahol a doktornő rendelt, ott elvégezték, de nekem ugyanúgy ki kellett fizetni érte a pénzt. Ez is érdekes. Igen, igen. Te valakinek ezt kifizetted? Abszolút. Uh-huh. És utána, amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy de hát, hogy itt állok a kórházba, és ugyanúgy várok, és még azt is éreztem a szituba, hogy itt én így kicsit bújtatva vagyok a sztoriba. Tehát, hogy nem tudom, hogy ő eszközhasználatért fizetette, nem is érdekel engem ez, mert én orvost váltottam utána. 2000 12 000 forint így repült ki a zsebemből, mert 2000 kellett ultrahangot elvégezni rajta, és közben ott ültem egy állami kórházba,
ultrahangra várva, mert hogy az ő rendelőjében... Kiváltad a sorod, mint bárki másik az utcára bement. Igen, csak nekem ez 12.000 forintomba került pluszba. De jó. Mert hogy a magárendelőben nem volt ultrahangos gép. Igen, tehát ez is azért egy érdekes dolog. Igen, nagyon sok ilyen történet van egyébként. Írja valaki, hogy ez az orvos kizárólag nőgyógyászati onkológiai esetekkel foglalkozott, az egyetlen a veszprémi kórházban, aki ilyen jellegű operációkat végzett, aki meg akar gyógyulni, nem tudta kikerülni, tehát rajta keresztül tudott csak gyógyulni, kénytelen volt fizetni. Írja nekünk egy hallgató, aki nyilván ismeri az ügyet. Na, és ugye arról beszélgettünk, és arra kértünk meneteket, hogy írjatok nekünk olyan eseteket, amikor is a doki előre mondta el, hogy mennyi, most nem összekeverendő tényleg az, hogy átadtak egy borítékot, visszaadta, kevésnek tartotta, mondta, hogy már kávézott, nem ilyen jellegű dolgokra gondolunk, mert az egy picit más, ugye? Tehát az a fajta paraszolvencia, amikor te mondjuk utólag valamit kifizetsz, vagy előre magadtól odaadod, hogy esetleg egy kicsit jobban kezeljék a beteget, nem erről van szó, hanem amikor az orvos kimondta. Az én apukámnak 8 évvel ezelőtt 80.000 forint volt a műtét, egy másik betegnek ugyanaz a műtét már 150.000. Késztények elé lett állítva a beteg, a titkárnő pedig jól be van tanítva az ilyenre. Írja nekünk egy hallgató. Szó szerint ugyanez a sztori, írja egy másik hallgatónk, híres elismert budapesti nőgyógyász tanár, annyiban okosabb, hogy az asszisztens volt a szóvivő. A doki szemreben és nélkül tette el a borítékot a műtét előtt. Pozitívum, hogy nem volt kötelező, de kiszolgáltatott helyzetben nem mersz kockáztatni. Kétszer jutottam ugyanahoz a betegséghez, várom, hogy lesz a harmadik, ez végülte nekünk. A szülészemet megkérdezte a férjem, mert én nem mertem, hogy milyen költségekkel számoljunk. Erre szemrebenés nélkül azt válaszolta, hogy 150.000 forint lesz nyála a szülés. Szemrebenés nélkül. Eközben épp vissza akart adni a kiskönyvemet, visszahúzta a következő mondattal, akkor bepecsételem, hogy a szülés esetén engem értesítsenek. És ugye? Tehát már ott is van. Igen. Automatikusan nyomta bele a becsétet, mintha mi azt mondtuk volna, hogy ezt simán kifizetjük, pedig nehezen spóroltuk össze. Igen, hát ez a szülés téma, ez egy másik dolog. Tényleg. Mert ott már két ember ér aggódsz, ráadásul. Szóval, az, ott az akkora rohadékság. Ott mindent megteszel, mert van a feleséged, vagy a párod, meg a gyerek. Tehát akkor például jársz, hogy elmész egy olcsóbb magánba, ahol egyébként azt mondják, hogy ennyi. Igen. Kifizeted, igen. Tiszta igen. Helyzet, nem kell senkinek a zsebibe dugni, sem, csak kifizeted a 9 hónapot plusz a dokit, akkor nagyjából ugyanott vagy. Nagyjából ugyanott és, vagy. Egyébként. És jobb az ellátás, tegyük hozzá tehát, nagy valószínűséggel. És most nem az 1-2 milliós magánkórházakról beszélek, mert vannak teljesen idézőjelben azért normálisabb ástapások. És számok rajtuk. Igen. Engem egy kórházon műtött a később menesztett főorvos, megkérdezte, hogy hol dolgozom és mennyit keresek. Persze kevesebbet mondtam, és megemlítettem, hogy a főnököm is most akarja megültetni a térdét. Arra kért, hogy beszéljem rá a műtétre, és ne mondjam el neki, hogy mennyit kér tőle, mert tőle majd a dupláját fogja ne kérni. Ne már, írja, még el is írja egy hallgató. Igen, ennyire kemény, nem? Igen. Ha véletlenül meglobbanna a háza egy ilyen dokinak, a tűzoltónak, meg kellene kérdezni, hogy teljes oltást kére 200.000-ért, kérdezi Zola egyébként. Jó a vagy kérdés. Csak felületes maradhat egy kis parás. Igen. De milyen szellemes a kérdés egyébként, igen. Porszemállás volt a térdemben, amikor mindent megbeszéltünk az orvossal, hogy mikor műt, és hogy a végén hogy lesz, közölte, hogy 35.000 a műtét, plusz 10 a varratszedés. Arra gondoltam, nem kellene odaadni, de féltem, hogy így nem vállalja el. Ugye, hát az eset az a hülye megmutatja egyébként, hogy miről van szó. A félelmedre bazíroznak, és arra, hogy újabb 4 hónapot kell várnod. Nonsense. Félelem. Akkor a rohadékság egyébként, igen. Apukámnak szürke hályog van a szemén, doki közölte, fél év a várólista, de ha fizet 170.000 forintot, akkor a következő héten sorra kerül. És itt már de egyébként megkérdőjelezed azt is, várjál, hogy ők direkt hagynak lukakat a várólistában. Hát vagy még saja hosszú az a várólista, csak bemondja neked. Vagy azt mondja, hogy fél év múlva. Vagy olyan hosszú az a várólista. Nagyon hosszú az a várólista, de meg tudom oldani, vagy nyilván vállal plusz egy óra műtét, nem tudom, ez hogy zajlik, beírja és megcsinálja. Aha. Nem fusiba, de hogy azért nekik erre lehetőség, hogy nyilván fontos eseteket előre vegyenek. Bár hogy csúlyú csavarjuk, ez mindenképpen undorító, mert ha meg olyan hosszú a várólista, akkor meg egy téged levesz 150.000 forinttal, és valaki, aki végigállt a végig várt a stélistát, az ugrik még az egy még napot. Egy kicsit vár. Szegények. Döbbenet. Írj egy másik hallgató, nekem kijelentett a házi orvos, hogy ha otthon akarok maradni, napi 1000 forintért megtehetem. Norbi költe nekünk. Azt mondja, hogy traumatológia osztályvezető főorvos, a következő mondat hangzott el az ő szájából, jött ez is SMS-ben, 150.000 forint lesz a műtét, ezt a műtét előtt mondta, mert az ő idejét és szaktudását meg kell fizetni. Akkor csinálja magárendelést erre, ott lehet. Ott és hány ártatlan ember van, aki ezt kifizeti, nem? Kemény. És mondom, egyébként én is ide sorolom magam, mert én is odaadtam.
az első gyerek születésénél oda, és ez ebben nem jut, mert egy teljesen bevett automatikus rendszer, százan megkérdezik előtte, te is megkérdezed, utánad is megkérdezik, ezt mondták, ajánlották, elmondták nála, ez ennyibe kerül, oda somfordálsz, kicsit toporogsz, majd megkérdezed, hogy akkor hülyén érzed magad, és akkor most akkor doktor úr, előtte, utána, hogy van a szülés, ekkora hassal jön már a feleséged, és az csak egy szülés, még nem is vagy beteg, ugye? Hát a betegség meg az, hogyha esetleg halálos beteg vagy, hát az konkrét halálfélelem. Ez csak egy ártatlan szülés. És akkor toporogsz, hülyén, aztán rákérdez, hogy akkor törd el az ületet, most mennyi? Mondja már meg mennyi. Nála mennyi? Hát rohadjál meg, hogy nálad mennyi. Mindegy, de egyébként akkor már leszámolod, dugod a zsebébe. Nagyon rossz, igen. Egy vastagbél daganat műtét már évekkel ezelőtt 180 ezer volt Veszprémben, egy másik dokinál nem ennél, és nem ebben a kórházban, írja valaki. Azért ez is nagyon kemény. Azt írja, hogy hallgató, igen, az érzés, amikor a boríték nyújtás után közli veled, hogy már kávéztam, felbecsülhetetlen. Hát igen, de ez már amikor te a borítékot a műtét után adod, igen. A mamám 80 éves, műtét előtt az orvos annyit mondott, ez is érdekes, annyit fizessen, amennyit a szeme megér. Hát, na, erre most mit mondasz? Minden pénzt megér, hogy láss. Eladod a családi ékszert, nem? Meg az ezüstöt, ha van, vagy az étkészletet, vagy nem tudom, a gardrobszekrényt. Hú, de rohadék dolog ez. Nem tudom, én biztos azt mondom, a műtét után azt mondta volna, hogy doktor úr, nézze, akok között félszemű a király, nekem nem sok. Hát igen, most nem próbál humorizálni, igen, hát igen. Hát, nagyon hülye helyzet ez, igen. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, megdöbbentő. De ilyenkor az ember azért kicsit mindig megnyugszik, nem? Amikor azt olvastad, hogy letöltetett kapott, eltiltották, meg kell fizetnie a bírósági eljárást, 1 milliós vagyonelkobzásra ítélték. Tehát azért ez egy pici elégtétel mind azokért, akik ezt elszenvedték. Na, itt van már is egy hallgatónk, játszunk. Egy kicsit vidámabb dologgal megyünk tovább. Mit mond Dóra ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívgalom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mi me? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Jó reggelt, Imi vagyok. Szia, Imi. Imi, hello. Honnan szóval hívtál minket? Szóval Imi. Honnan? Hát éppen Gózba vagyok, itt Ausztriában. Ausztriában, hát a szokásos. A szokásos. A szokásos heti 2-3 hallgatón közül az egyik, aki éppen külföldön dolgozik. És mit csinálsz? Hát most éppen metszegetek, borászatban dolgozom. Hát a szőlő ültetéstől kezdve a borpalackozásig minden van itt, kérlek. És most éppen ugye a metszés megy. Metszeni kell a szőlőt éppen? Hát persze. Amúgy is szőlész, borász vagy csak sikerült elégedned velük? Csak igen, bementél egy szőlészetbe, és most fogtál egy mencióra. Nem, hát egy ismerősön keresztül kerültem ide ki tavaly. Hát betanítanak itt, elmondanak mindent szépen, ha megy, ha nem, akkor repülsz, kész. Aha, és ha ügyes vagy, jól csinálod, maradhatsz, ha nem, akkor... Persze. Ne a tövénél, Imi, egy picit fejjem, jó? Jézusom, tudod is, mire kiér a főnök egy 40 kacsid le. Az nem gyombolt palánta. És már ott állsz, és taposod a dézsába. Mit csinálsz, ember? Március van, Jézus. Na figyelj ide, van nekünk állatunk, városunk, híres emberünk és szólásmondásunk, mi legyen? Hát, legyen az állat. Állat, jó, indul az óra, fél perc, mutatom, így szól, hallgass meg, figyelj. Evdem anrab. Evdem anrab. Evdem anrab. Anrab. Nagyon egyszerű. Anrab. Evdem anrab. Evdem anrab. B. Itt vagy? Itt vagyok. Nem mondjuk meg azért, János. Evdem anrab. Bar. Na, mi az? Barrakuda. Még ilyen. Barrakuda. Barrakuda. Üdös barrakuda. Nagy barrakuda. Ez veszélyesebb, mint a fehér kúda. Elképesztő, nem van. Nagy barrakuda. Kihaló félben van, de még egy-kettőt látni a csendes óceán környékén. De nek az öncsétek. Igen, hát ez... Evdem anrab.
Barna medve. Barna medve. Helyet csinált volna. És még, de a barna kuda az jobb, nem? A jobb. A barna kuda pedig még jobb. Fél irányból soha ne közelíts meg, mert nagyon veszélyes. Főleg, hogyha a csemetéivel van együtt. Egy barna kuda az aztán kagyar. A könyveit védve mindenre képes egy nagy barna kuda. Az oda már. Egy jó barna kuda az oda már. Na jó van, hát ez na, nem baj. Szórakoztató volt. Ivikém, hát akkor jó. Jó meccés neked ott a szőlészetben. Hát köszönöm szépen, nektek is további szép napot. Aztán vigyázz a barna kúdákkal, ne hagyd rád marjanak. Csalisos. Szerintem dobd el a meccőolót, és menekülj. Hát egy barna kúdá. Én és osztrák barna kúdá legyen. Ciao, ciao. Ciao, köszi, hello. 6 perc a pontosan 8 óra. Biogabi, csütörtök? Igen, megérkezett. Gyerekek, tavasz van, a lébőjtökről beszélgetünk egy kicsit. De mindenki fogyókúrázik, mindenki lébőjtözik, mindenki elkezdett fogyni, úgyhogy megbeszéljük. Zöldséglevek. Hogyan ne halljunk bele a lébőjtkúrákba, erről beszélgetünk. Majd Ákos, ide jutam. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ez itt a Morning Show. 8 óra után pontosan 8 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Végre egy új Ace of Base szám. Fábír küldte nekünk. Köszönöm nagyon szépen. Egy jó kis Ace of Base. Ja, meg is jött a kedvem valami jóféle kis DJ Oti dalocska. Az, de jó lenne. Húsvétra. Ne, húsvétra egy egész napot csinálhatsz. Húsvétra? Hát húsvétra. Ha nem vagyunk. Azért. De akkor ilyen unalmas ünnepi menetre van, is nem? Hát akkor előtte. De jó lett volna előtte még egy jó kis Eddie Grant, vagy... Nem, az a baj, ha nagyon sokszor csinálunk retronapot, akkor elkopik. Tehát a DJ OT-t nem szabad túl sokszor oda a közönség elé engedni, mert akkor a közönség nem fogja vágyni DJ OT-t. Akkor 9 után egy dal. 9 után egy dal? Hát vagy milyen 9 után? Valami kis finomságot kerítsünk magunknak. Mit szóltok hozzá? Jó. Körbenézen DJ Oti, mi van az ő kis lemeztárába? Hát én a kis bakelit gyűjteményében. Egy jobb rossz azért szerintem lemehetne. Egy jobb rossz? Egy jobb rossz. Magyar legyen, vagy külföldi, csak annyit segítsetek. Igen? Aha, szerintem igen. Igen? Nézd, én meghallgattam ezután az eredetit. Nem volt rossz. Magyar vagy, legyen külföldi. Külföldi. Ne beborítsuk ki a hallgatókat egy jó, nem tudom, magyar retroval. Azt majd kérdez. Legyen külföldi. Nem, majd kérdez után, igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. Azt mondja, hogy... Hát még mindig nagyon sok hozzászólás érkezik az előző témánkhoz. Köszönjük szépen, nem tudunk minden SMS-t beolvasni. Tényleg ne vegyétek készpénznek, ha írtok. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan szóltatok hozzá a témához, de hát ennyi fért bele, valamikor nekünk is zárni kell és menni tovább. Még hát még mindig folyamatosan jönnek az SMS-ek, hogy kivel mi történt, mennyi pénzt kért tőle az orvos a műtét előtt, és hogy ez mennyire megalázó. Jó, de ha nagyon akarjátok, akkor fejenként 150-ért beszélünk róla még, jó, és lehet részletet. Igen, mondjuk a bankszámlaszámot lehet utalni. Tudjuk, nyilván ezért beszéltünk mi is erről, de hát nem tudjuk az összes SMS-t beolvasni, és senki ne vegye magára. Baleset az M7-esen, a Székesfehérvári Selkúti kihajtónál Budapest felé, Ági küldte nekünk. Ott egy személyautó korlátot fogott, és ráadásul két sávot elzár, emiatt van elég nagy dugó. Aztán az M86-os gyorsforgalmi részénél, a 91-es kilométernél a hídról mérik a szombathelyi felé autózókat, Zoli küldte nekünk. Ez igen, más is elküldte, a 91-es és a 92-es kilométer között van egészen pontosan. Pestről Budára áll a Megyeri híd, a másik irány úgy néz ki, hogy halad, Dakír küldte nekünk, valamint Koccanás történt az M3-as bevezetőn, a Szerencs utca után torlódás várható. Hajaj, az szép lesz, ha az elkezd torlódni visszafelé az M3-as. M1-es, M7-es bevezető torlódik, Budaörsi Tesco-nál van a sor vége, Ivekos küldte nekünk, és három, igen, sorban áll befelé Budaörsi, az M1-es, M7 Budaörstől. Budaörsig áll a sor? Bizony. Mikor lesznek azzal ott kész? Tudunk valamit? Szerintem soha, de az a baj, hogy nem is látszik még az se, hogyha kész lesz, akkor nagyon jó lesz a dolog. Akkor a forgalom be a városba, hogy szét kéne húzni a fővárost, és akkor 2x8 sáv menne ki be akkor talán. De akkor meg, tehát valahol mindig dugulni fog, szerintem. Ott most az valami aluljárót építenek. Hogy vissza tudj kanyarodni, hogyha mész kifelé, akkor úgy tudj fölkanyarodni, nem tudom, oda a Gazdagrét felé. Ahogy ott lesz egy aluljáró, hogy visszaforduljál. Azt látom, azt építik, és délután olyan dugó van, hogy megőrülsz. Igen, de attól szerintem maga a bejutás nem lesz egyszerűbb ettől az aluljárótól. Tehát, hogy nem tudod széthúzni a várost. Mert azt nem. Igen. Hát azt nem tudja senki. Sorházat lebottan.
Igen, M3-as 65-ös kilométer, most szállt fel a helikopter, pályazár, még él. Te jó Isten, erről nem is kaptunk egyéb hírt. M7-es Budapest felé, a 60-as körnél pedig baleset, ezt már mondtam. Na, köszönjük szépen az SMS-eket, mi megyünk tovább, mert őt megjött hozzánk a mi Gáborunk. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked, ciao. Egy tapsot kapcsos, már annyiszor leadtuk a szignált, hogy jó reggelt, nem adjuk le. Hello, jó reggelt. Jó reggelt, örülök, hogy ez konkrétan csak annyit jelent, hogy Zsül nem találja, de semmi baj, semmi, tehát mi ugyanúgy szeretünk. Hosszú lett volna, mondom, ez most nem. Nem, hogy ezt az időt is megspóroljuk, és legalább tudunk egymással beszélgetni. Így van. Meg a hallgatók. Gabi, mi a helyzet, hogy vagy? Köszönöm kérdésed, jól. Igazándiból remélem, hogy ti is napfürdőztetek ma reggel. Persze. Hogyne. Én fél hatig. Egy nagyon nagyot naposztam. Egyébként ilyenkor azt szoktuk, hogy kirakjuk az elkérje a kis napágyat, kifekszünk, betakarózunk, és a karunkat, karjainkat és az arcunkat szabaddá tesszük egy jó 15-20 percre. Ez teljesen reális, Gabi, hogy így, amikor így a gyereket indítod az iskolába, és az iskolatáskáját nézed, és még az uzsonnáját csomagolod, és a tornazsákjára ordítasz, és a gyerek nem ül az autóba, és nem mosod kezed, és csöpög a kez, és fújt ki az orrod, közben apuka kint fekszik. Ez egy órán keresztül az erkélyen naposztatja az ő alkarját, felkarját, és a kis arcocskáját. Ez egy abszolút átlagos magyarországi reggel. 4:35-kor mindig van egy ilyen régi hintaágyunk, arra rá szoktam ülni, mint egy 35-40 másodperc elejéig, amíg a kutya pisil, aztán bemegyünk. Így van. Ez nem tűnik életszerűnek, na de hát, ha leülsz a konyhába kávézni, meg elmolyolsz az újsággal, egyebekkel, miért nem napon tesszük? Tehát miért nem tudunk kiülni? Gabi, minusz 2 fok volt már eddig, nem sütött. Csak mondom, hogy én értem, hogy fényel táplálkozunk, és minden csak, hogy hadd menjek kicsit vele szemet, tehát minusz 2 fokot sikerült ma reggel menni. Azért az ott kicsit fázós kint az erkélyen, kiheveredni oda kicsit, nem a panelba. Az életmódközpontokban ilyenkor, hát ezért kell betakarni a beteget, vagy az illetőt, és a nap ugye ráesik az arcra, a karokra, az nem fog megfázni ettől, attól még a test melegben van, viszont a D-vitamin termelés megindul, ez csak egy tipp volt, de akkor ezek szerint mellélődtem. Nem, nagyon jó. Feküdtél ma reggel kint? Én voltam kint. Kimentél? Igen, abszolút. Van egy ilyen kis erkélyünk, és ne. Hát Én nem feküdtem ki. Hát milyen világ ez? Ott tartózkodtam, és megnéztem a Gödöllői dombságot egy jó 8-10 percig. Föl kell öltözni nyilván, csak jelzem, hogy a táplálkozás mellett ugye ott a vízfogyasztás, reggeli gyomorra vízzel kezdünk, a napfény és egy könnyű torna. Na csak egy fél komolyat erről a napfényről, hogy az beindítja a D-vitamint, vagy abban van benne a D-vitamint? Mert mindig mondják, hogy tessék napozni, már okosan. A szervezetben lévő koleszterinből csinál a bőrszövet alatti rétegben a napfény D-vitamint állít elő. Uh-huh. Igen, az képződik, az szintetizálódik, így van. Hát akkor te vagy tele D-vitaminnal. Hát igen. Ezért vetted fel ezt a nagyon helyes kis sárga pólót, amiben ma itt vagy. Hát. Egy rövid ujjú kis piké póló, kis gallérral, nagyon kis jó gombokkal. New York City feliratta. New York City, Moscow Beach. Hát ilyen is ehhez hasonló közöteket viselek. Na, betyárjad. Kis fickós vagy ma reggel. Na, a lébőtökről akartunk veled egy kicsit beszélgetni, mert hogy jön a tavasz, mindenki elkezd fogyókúrázni, mindenki elkezd böjtölni. Néhányan aztán ebbe szépen majdnem csendesen bele is halnak, mert kicsit túlzásba viszik. De az a nyugtatja akkor magunkat, hogy ennek így kell kinéznie. Így kell lennie, igen. Mik a jó lébőtök, hogy kezdjük, mikor kezdjük, mit fogyasztjunk és mennyi ideig csináljuk? Na most a böjt az nem jelent éhezést, ezt mindenképpen ki kell mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy éhezem napokig és éhen veszek. A böjt során viszonylag gyorsan elmúlik az éhségérzet. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az első-második nap gyakorlatilag zöldséglevekkel, tehát gyümölcs és zöldséglevekkel beáll a vércukorszint. Sárgarépali, széklali, káposztali, de egyébként jó lényerő vagy présgépekkel, fekete retekből, ugye májtisztításra, zellerből, brokkoliból, tökfélékből, akár sütőtökből is levek nyerhetők. Akinek a gyomra gyengébb, ott krumpli lével lehet ezt keverni, vagy főtt krumplinak a levével. Mondjuk próbáljátok már meg lenyomni, hogy ez 4 deci fekete retek levet belepusztultok. Nem, egyszerűen borzalmas. Fél deciről beszélünk, amit hozzákeverünk mondjuk egy liter vízhez. Egy liter kólához.
Csak a, mert a szénk sem a gyomrot segíti. Egy nagyon jó narancsos fantához hozzáteszünk, gyerekek. De kiváltatjuk egy kis forró kacsavírt. Egyébként aki már végzett lébőjtöt, az tudja, hogy ez mit jelent. Elképesztő megújító hatása van szellemileg is, fizikailag. Mennyi is. Ideig? Nyilván nem lehet általánosítani, és mindenkinek egyéne szabottan kell kitalálni, de mondjuk mi a jó, tehát egy átlagos testsúlyú alkatú embert nézzük, hogy 3 nap után már azért érdemes, ha valami szilárdat vesz magához, vagy 1 hétig lehet ezt csinálni? Van 2 nap felépítés, amikor inkább rákészülésnek mondom, amikor inkább nyerseket fogyasztunk, tehát nyers gyümölcsöt, vagy zöldségleveseket, párolt almát, dióféléket, asszalt szilvát, tehát itt már csökkentjük a, tehát nincsen húsféle, nincs tej, tejtermék, tojásos ételek már nincsenek, viszont növényalapúak jönnek be, és 2 nap rákészülés után elindul egy könnyű hashajtás, mondjuk egy szenna levéllel, vagy valamilyen hashajtó tejával. Nyilván itt nem akarunk semmi görcsöt, vagy ilyesmit létrehozni, csak muszáj a bőjt elején a beleket teljesen kitisztítani, mert hogyha valaki úgy bőjtöl, hogy közben a bélben, most a bélben maradnak anyagok, akkor az bekövesedik, és azt később meg kell szülnie. Meg kell szülnie. Azért ez rosszul hangzott. Látom a fejét, kiabálhagy Miki otthon, miközben Bali elkezdi a lébőjt. Istenem, mi volt az apja, se kilonni. Többet nem használom ezt. Igen, amikor 4 pasi beszélget a szülésről, ez nagyon jó. Toljad ki a bál, majd nekem Miki, én megpróbálom megszülni. Az apjára hasonlít, az apjára hasonlít. Nem gond. Van, aki keserű sót javasol, van, aki pedig... Megtalállam! Igen, lehet, ez fekete, ki az apja, Miki? Igen. Jaj, fiú, egyetlen szóban milyen messzire mentünk. Keserű só, ezt patikába lehet kapni. Tehát a következőképpen néz ki, én tudom, mert én voltam kolohító terápián, csodálatos dolog, egyetlen dolgot hagyjál otthon a méltóságodat, egy csövet dugnak a fenekedbe, és aztán ugye szörnyű dolgok történnek. És kérd meg, hogy mindenféle képes hangrögzítőek, ezt kapcsoljanak ki. Így van, hogy később ne tudjanak zsarolni. De ez nem kötelező, tehát vannak más hashajtó. Igen, ott elmondta a patikus, hogy este megiszod a keserű sót. Valóban ez történik, éjszaka megteszi áldásos tevékenységét, reggel kiszaladsz, amikor a gyomrocskát fölébreszt, és egy halk hanggal elnézést kérsz a szomszédoktól, hogy te is ember vagy. És amikor már kijössz a szobából, tekinteted már utcákat seper. Ha tekinteted úgy kicsit homályos utcákat seper a gyerek. Nem, én vagyok az első! A gyereket ránéz és azt mondja, apa, jól vagy? Te meg azt mondod, hogy minden rendben. Nyugodj meg, Benny. Apád csak kicsit, csak készül a kolonhidroterápiára. Kibáboztam. De gyerekek brutál, és csak Gábor szavaira rákötve a keserű só csodaszer, ha úgy kicsit lazítani akarsz a székleten. Hát, én nem tudom, mit csinál, de egy pohár, beleöntöd, rohadt szemét dolog meginni, mert hogy beledög lesz annyira sós, annyira keserű. De megvárja a reggel? Laza álmot alszol, mint egy kis mackó, és korgó gyomorral indulsz, és megteszed, amit megkövetelt a haza. Gyönyörű. Nem így van, Gabi? Működik, igen. És kiválóan működik. Igen, mert teljesen kitisztítja a bélrendszert, mondjuk enyhe, vagy erősebb ebbehajtó hatása is van. Azt mondják, hogy egy évben egyszer vagy kétszer, inkább mondjuk egyszer minden embernek szüksége volna egy 3-5 napos bőjtre. Tehát 2 nap felkészülés, 3 vagy 5 nap bőjt, tehát 3-tól 5 napig terjedő bőjti időszak, amikor csak gyümölcsleveket, zöldségleveket, illetve levest is fogyaszthat az illető. Amit ilyenkor azon elküldenek nekünk, hogy na próbálnám meg te káposztalével állni az esztergagép mellett. Mm-hmm. Oké. Okay. Talicskázzal egész nap széklalével. A kérdés, hogy valójában mennyire gyengül le a szervezet, mert sokan, akik nem csáták talán attól félnek, hogy fel kell mennem a gyereket, hogy vezetnem kell, dolgoznom kell, fizikai munkát végzek, akik meg megcsinálják, azt mondják, hogy érdekes módon, egyébként fura módon a szilárd táplálék hiányának ellenére se érzed azt, hogy egész nap feküdnél, nagyon gyenge vagy, hanem valahogy a szervezet azért működteti tovább az embert. Így van, néhány napos bőjt esetén az energikusság jelentősen növekszik, majdnem duplájára. Ugye ilyenkor nincs meg az energia felhasználás, amit az emésztésre fordítunk. Ha hiszitek, hanem a teljes energiabevitelünk legalább 30-35%-át csak az emésztésre fordítjuk. Ez szabadul föl, amikor nem eszünk. Vannak olyan művészek, könyvek is írnak egyébként róla, akik bőjti időszakban írják a műveiket. Elképesztő fizikai, szellemi, mentális aktivitásuk van, de amikor az ember eszik, de ezt mindannyian tudjuk, hogy amikor eszünk, evés után elálmosodunk, gyenge a figyelem, tehát igazából nem vagyunk annyira aktívak, míg amikor nem eszünk, kihagyunk egy étkezést, akkor aktívabbak vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem merül ki a szervezet egy hosszú kóplalásos időszak után, de a bőjt az nem kimerülés, hanem feltöltési időszak. Ne felejtsük el, hogy gyümölcsleveket, tehát napi 3-5 liter gyümölcslevet, frissen préselt zöldséglevet és könnyű káliumleveseket fogyasztunk. Ilyenkor a szervezet vitaminnal, antioxidánsokkal, ásványokkal telítődik,
küldik, mert van a vizes bőjt, az egy picit más terület, és van a lébőjt, amiről most beszélünk. És a lébőjtnél ördögtől való egyébként előre becsomagolt ilyen zöldségleveket venni, akinek mondjuk tényleg nincs energiája, lehetősége arra, hogy szerintem 8 nem. darab káposztát ott 4 órán keresztül facsarjon. Ezek a biozöldségek jók. Az enzimatikus aktivitás hiányzik, ugye, mert a friss levegben ott van azért minden. Az enzimektől kezdve azért az nem oxidálódott, de egy pasztőrözött lé, ami most már elég sok üzletben kapható. Savanyú káposztalé, répalé, cétalé. Ezek is jó? Használható, csak azt javasolom, hogy azért legyen mellette valamennyi frissen préselt lé, legyen mellette, ha nem is mind a 4 liter, és mellette használhatunk mondjuk bioboltban vagy üzletben vásárolt sárgarépalevet, céklalevet. Tényleg most már kaphatók ezek, tehát nem kuriózum. És gyümölcs vagy zöldség? Ezt mondjuk kérdezem például a fruktóz tartalom miatt. Délelőtt gyümölcs, akkor a szervezet fel van készülve a gyümölcs fogadására, mivel ugye éjszaka 7-8 órát nem kapott az agycukrot. Ilyenkor tehát ugye a gyümölcsben azért gyümölcscukrok is vannak, ami lassú fölszívódást tesz lehetővé. Rostos leveket fogyasztunk, tehát nem tükrösre szűrt almalevet, hanem rostos leveket lehet kapni, ugye ilyen bag-in-box rendszerű rostos almalevet, és ez színes, tehát a ribiszke, az áfonya, a színes levek fontosak, illetve zöld turmixsal indítunk reggel, figyelünk a zöld turmixnál, ugye itt lehet benne. Nagyon. Úgy szeretném, hogy te ezt mondod, zöld turmixsal indulunk reggel, figyelünk a zöld turmixnál, hogy? A zöld levelekben ugyanis klorofil van, ugye ezeket nem főzzük. Viszont K-vitaminban gazdagok, tehát figyelni kell arra, hogyha valaki vérhígítót szed, hogy ott a K-vitamin bevitel fontos. Tehát estére nem adunk igazából zöld levelekből készült zöld turmixot, de reggel adjuk, mert akkor frissítenek. Uh-huh. Egy zöld turmix, amikor egy spenótlevél, nem tudom, hogy kis kivi ez az, mint ami zöld, az így mehet egybe, lehet turmixolom is. Én inkább azt mondom, hogy sárgarépa lével és egy kevés alma lével lehet turmixolni a spenótlevelet. Tehetünk bele tyúkhúr, disznóparét és egyebeket. Megvan, disznóparé. Hogy kint a kertbe, te szedegeted paré. A paré jössz. És azt mondták, hogy azt ne! De ez gaz! Nézzétek, én láttam embereket elmenni egy lébői táborba és hazajönni onnan. És amikor elmentem... Ez biztatom. Igen, de mindenképpen megnyugtatom. Igen, szerintem tök jó. Persze való tekintettel. Jó, mert mindenki, de azért volt. De egészen más a kedély állapot. Amikor elmennek a lébőjtáborba, akkor persze, mert örülnek a hűtőnek. Végre itt van. Akkor a songukú pizzát fognak benyomni otthon, mint az állat. Nem azért van, a gyerekek, jól sívjátok a dompepét, 3 pizzát kell. Töltött paprika! Paprika nélkül! Jóta! Tadadna! Nézzétek, 10 lébőjtözőből, aki hazajön, mind a 10 azt mondja, hogy ő legszívesebben még megölne téged. Legszívesebben kinyírva. Ha találkozunk még egyszer, megölnem a fejlet, és megölnám. Ellenkezőleg, legszívesebben még folytatná, ugyanis annyira elmúlt az éjségérzet, hogy innentől kezdve átbillentek azon a határon, nincs éjség. Tehát életük végéig tudnának bőjtölni, de nyilván ezt... ez rövid ideig tartana. Nem lehet, hogy hazudnak, Gabi. Vagy annyira kettős látásukban már nem tudják, hogy mit mondanak. Ugyanis a lébőjt táborokban rendszeres testmozgás, vízkezelések, masszázs, különböző pakolások is vannak, tehát nem csak a levek készítése körül forog az élet, hanem vércukorszint beállító egyéb terápiák, beszélgetések, előadások is vannak. Úgy nem lehet böjtölni, vagy lébőjtöt végezni, hogy közben otthon ülök a fotelben, és egész nap arra gondolok, hogy már megint nem ehetek, már megint levet kell készítenem, már megint, és még hány napig tart, hanem lefoglaljuk egymást ilyenkor. Társaságban járunk, és csoportos lébőjt. Neked is száll, én nekem is, dasz ki már csak 2 nap. De egy szemet rohadtul basszus, de mi 3 nap van, na gyere marokkozni. Egyetlen dolog vigasztal itt a táborban, hogy koedukált a zuhany. Így van. De este pedig lesz egy nagy malomcsatánk és kanasztánk, legalábbis a Gábor ezt ígérte. Egyébként bizonyos népek... És még ott van a hapszivas tenisz is. Mint a bizonyos népeknél, mint a hunzák, évente van 1,5-2 hónap bőjt, amikor nincs gabona. Valamit azért csak esznek, de igazándiból nincsen igazán fehérje és energiabevitel. És a vadon élő állatoknál is megfigyelték, hogy ugye nincs mindig eleség, úgyhogy a természetben és a természeti népek között mindig van bőjt. Mindig van bőjt. Csak megszoktuk, hogy a civilizált világban soha nem bőjtölünk. Tehát az, hogy valaki egy hétig ne vegyen magához táplálékot, az egyenlő a halállal. A civilizált világban pedig rendkívül hasznos volna. Ne felejtsük el, hogy amikor az emésztőrendszer nem kap táplálékot, akkor gyógyul. Lehet, hogy kezdődő gyomorfekélyünk fog kialakulni, vagy később ez mélyülni fog. Lehet, hogy bélgyulladás kezd kialakulni. És ha szeretnénk megelőzni a bajt, akkor végezzünk egy ilyen bőjtkúrát, és
az a betegség, ami lehet, hogy kialakulna 1-2-3 év múlva, az így visszafejlődik, és adott esetben nem alakul ki. Tényleg a fizikumunk az ugyanúgy megmarad? Tehát a harmadik, negyedik nap, ha valaki mint tényleg gázpalackot emelget, fura módon, annak ellenére, hogy nincs irány táplálék, tényleg ugyanúgy bírja? És erős, ugyanúgy... erős fizikai munkát azért a bőjt alatt nem javasolnak. Aha. De könnyű futás, gyors gyaloglás, 5-6-8 kilométereket le lehet futni bőjt alatt. Még egyszer mondom, a levegben azért van energia, nem kevés. Sárgarépalét, székhalék. A könnyű futás pedig megvan, hogyha keserű sót is. Rövid távú, de könnyed visz. Ott vagy kérsz, vagy véged van. Én tudom, én üvöltöttem, mikor rohantam, hogy pálya, pálya! Ott véget, ha ott az az, hogy bennül a budin, vagy a gyerek mondja, hogy apuci, most már te vagy. Ott véget, hogy mire mérsz, hajtott fel a deszkát, vagy nem hajtott fel a deszkát. Tehát ott gőzborotva vagy, ott nincs, ott nincs kegyelem. Majd maradt egy fél adag keserű só, adok neked szívesen. Aki fél a 4-5 napos bőjtöktől, mert azt mondja, hogy ő nem bírná ki, azt tartson egy hosszú hétvégét. Illetve tartson gyümölcsnapot egy héten egyszer, amikor gyümölcs és zöldségnapot, tehát nyers napot. Azt mondjuk, hogy a legjobb bőjt egyébként, hogyha egészségesen táplálkozunk, és tartunk nyers napot. Heti, két heti, egy teljes nyers nap, amikor nincsen kenyér, nincsen főzött, sütött étel, nincsenek nagy fehérje tartalmú ételek. Próbáljuk ki, hogy mondjuk minden pénteken vagy szombaton tartunk egy nyers napot, hogy érezzük magunkat. Aki ezt már megtapasztalta. Azért minden nap elég nyers vagyok. Nyers és madartalan. Igen, és meghallgattuk az élménybeszámolót, és igen. Nekem menni fog, minden nap Balinak nyers. Mindig vissza kell fognom magam. Na most amit várhatunk egy lébőt során és után, koleszterin szintünk enyhén süllyedni fog. A vérnyomás beáll, egyébként túl alacsony és túl magas vérnyomásnál orvosi felügyelet szükséges, és a cukorbetegeknél is. Ugye mert amikor nyáron dinnyeleveket fogyaszt valaki, vagy narancs, citrusleveket, almalevet, az a vércukorszintet azért megdobhatja, tehát aki cukorbeteg vagy szívbeteg, ott orvosi kontroll szükséges, de cukorszegény zöldséglevekkel ez is végezhető. Uh-huh. Tehát a szív- és érrendszeri problémák javulnak. A rákbetegségek esetén szokták javasolni, vagy megelőzésként a légúrákat. Ezen kívül az emésztőrendszer kitisztítására is fontos. Uh-huh. Olcsó, olcsó. Olcsó, de nagyon hasznos zöldség turmixot vagy zöldséglevet ajánlj, légy szíves. Sárgarépa, cékla, savanyú káposzta, maga a nyers savanyú káposzta is tisztító kurára egyébként alkalmas, a legolcsóbb a paradicsomlé, és lényerő készülékkel egyébként tényleg néhány retket, egy fekete retket, illetve egy brokkolit is le lehet préselni, és ennek a levét bele lehet tenni a sárgarépa lébe. Időnként végezzünk ilyet, és emlékeztek, hoztam nektek nyers tormával tartósított mustot. De jó, az nagyon várnánk a következő adatban. Ha van véletlenül, azt át tudjuk nem venni. Sértődnénk meg, ha egyébként két hét múlva hasonló kis csomaggal állítanál be. Ha érted, mire gondolok? Igen, igen, és ez nyers szőlőlé, ez nincs megfőzve, ez is beépíthető jól a bőjtbe, és azért annak van cukortartalma, tehát ezzel megint energiát biztosítottunk. Tehát egyáltalán nem kell attól félni, hogy energia hiányunk lesz, bőséggel, szellemileg, fizikailag erőt ad a 3-5 napos bőjt. Mindenképpen javasolható ilyenkor tavasszal. Egyébként a karotinok és a színanyagok feltöltik a bőrszövetet, és feszessé teszik a bőrt. Nőknél számoltak be arra, hogy a narancsbőr is csökken, tehát ugye a bőrszövet is tisztul, és kozmetikai értelemben is segíti a tisztulást. Nem véletlen, hogy most jön ugye a legszebb ilyen lébőt húrás időszak. Igen. A sonka főző levében, jaj, amikor nekem a tojást és a füstölt kolbászt egy picit átfőzött. Sonka zsabátszalon. És egy akkor pici babérlevelet teszel hozzá. Így van, és utána a frissen reszelt tormával, meg nagy szelet fehér kenyérrel ezeket magadhoz veszel szépen. Egy kalácsot leszel, ráhasítod a sonkát, némi Gábor, a legszebb rész jön az évben. Sokkal levet, és elindulsz vele futni? Egy biztos epehajtást, azt elérünk vele. Egyébként lébői turnusokat mi magunk is szervezünk, és hasznos ezeket folytatni. Csoportos lébőjtök egyébként vannak az országban, és általában mondjuk hölgyek járnak, de időnként férfiak is megfordulnak rajta, de hölgyek szeretnek ilyen tisztítókudákat végezni. Úgyhogy szívesen segítünk egyébként ebben is, hogyha szükséges, mert kollégáim is az egészségcsapat végez ilyen lébői turnusokat. Az a kérdés, hogy ki az, aki elég bátor, és benevez egy ilyen egy hetet.
hetes turnusán. Ez kicsit egy felhívás. Kicsit, hogy felszívtam magam, hogy elkezdtem árnyékboxolni. Én már látom is magam előtt az egészségi csapatot, ahogy ott állnak a kis szandáljukban, kis térnadrágokban, én kis gubacs, meg nyakkendő. Nyakkendő, az nincs már. Igen. Három kezével a WC előtt, tudod, egy gumikesztyűvel, négy adag WC papírra. És együtt éleklik, hogy igen, ez a keserű só, amíg élsz, nem számít. Képzeljétek magatok elé három orvost, két dietetikust, három gyógymasszört, két vízterapeutát, két életmód oktatót, illetve táplálkozási szakértőt. Hol vannak az ápolónők? Én csak őket képzelem. Én nagy merű fehérruhás ápolónőket képzelek, a kolonhidroterápiában. És kettő darab szakácsot. Igazán jó, hogyha az ember csapatban dolgozik, mert ugye... Még itt azért nem nagy kívás szakácsnak lenni egy négynapos lépőtáborban, nem? A rohadt életben, Józsikám, szakácsnak köttél, nagyon rácsesztél, alatt, mert egész nap répát fog darálni. Majd hámozom a répát, jó? Egyébként nagyobb munka lépőtáborok vitele ilyen szempontból, de általában a táborozókkal együtt készítjük. Ahogy itt azt írja egy hallgató, az év legrosszabb munkája a lébői táborban vécés nénének lenni. Ott azért lerakod a 100 forintot, mielőtt bemész, és azt mondta, hogy szkúzi mama. Ott ugye? Már komoly premizálásra van szükség, hogy jövőre is jöjjenek. Szkúzi mama, bocsánat. A Gabi mondta a keserű sót. Terike néni. Szos lett volna! Már is ki volt? Terike néni most vagy benne, vagy nagyon nagy baj. Ha nem látom, el se hiszem, hogy a bordűri felfosott valaki. Ja, Istenem. Terike néni, szegény Terike néni. Gabikám, csodálatos, hogy itt voltál. Tudod, némi humorral kell nekünk azért ezt fűszerezni, hogy fogyasztható legyen, de éljen a keserű só, arccal a keserű só felé. Ezt kívánom mindenkinek. Érdemes ide jönni, vidám az ember. Csokkoltatunk. Azért hihetetlenek vagytok. Két hét múlva folytatjuk. Puszilunk, Gabi. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Gáborral folytatjuk, illetve Gábor itt volt, nem? Nem vele folytatjuk. A hírekkel folytatjuk, Ákos elmondja. Mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show, a Klassz FM-en. Gyerekek, DJ Oti Gabival beszélgetett, úgyhogy... Bizony, úgyhogy elmaradt. Elmaradt a retro. DJ Oti mókatára nem nyílt ki. De... ami késik nem múlik. Majd egyszer csak. 9 óra után még lehet, hogy oda pörkölünk valamit. Minél később történik meg ez a dolog, annál nagyobb értéke lesz. Az biztos. Tényleg. Mert ki lesznek ráéhezve az emberek. Az biztos, igen. Egy jó kis Catman John. Ekkora értéke lesz. Na jó, nem. Na, azt mondja, neki hogy... volt több dala ezek? Volt. Igen. Sok is voltak. Jó, ugyanilyen jó, mint a... Ja, akkor... Aha. Ugyanez a... Úgy, gyakorlatilag nem értetted, mit mondtál, tök mindegy. Jó kis... Én bírtam azokat a dalokat. Igen, meg jó volt a sorstól, hogy az utolsó, nem tudom, ilyen 5-8 évét szegénynek, mert ő utána ugye elhúny, de hogy ezt az utolsó 5-8 évet ilyen nagyon pazarul ért le, hogy igazi sztár lett belőle, pedig hát előtte is ő énekelgetett, csak akkor ezt még senki nem értékelte. Igen. Na szerintem jutom befelé az Építész utca után, a Savoya Parknál most készülődnek a rendőrei a fotók készítéséhez, úgyhogy vigyázzon mindenki. 71-es főút 21-es kilométer Almádi előtt a 60-as táblánál mérnek a fakabátok az új Bercivel, ezt Könyves Nándi küldte nekünk. Azt mondja, hogy M3-as Pest felé teljesen beállt baleset miatt, és baj van a Szentendrei úton is, ugyanis beállt az is, Békásmegyer Árpád így 45 perc. Nincs baleset, csak nagy a forgalom, ezt Maki küldte nekünk. M7-esen a 60-as kilométernél Budapest felé trafiznak, és többen kérdezitek, hogy miért áll az M3-as. Hát ennek egy baleset az oka, egészen pontosan az Ecsedi pihenő után is egy sávon engedik a forgalmat, emiatt áll az M3-as, ott 5 kilométeres a kocsisor, és bent a Szerencs utcánál ott is történt az ÖMV út előtt a felüljáron, két autó a közésőbb sávban áll, egy pedig a külső van, és emiatt van dugó. Tehát valahol az autópályán is baleset van, és a befelé vezető úton is már Pesten szintén baleset van. Úgyhogy ott is lehet számítani egy kis balesetre. Meg aszfaltoznak a budaörsi. Tényleg? Hát ugye arról beszéltünk az M1-es, M7-es bevezetőjén, az évek óta. A felhajtótól egy szakaszon csak két sáv járható az aszfaltozás miatt. Igen. És már egyébként az Egér úton is torlódás van emiatt, és ezért azt mondják, hogy legyen csak BKK azt tanácsolja, hogy aki teheti, a Balatoni út felé kerüljön. Igen. Ha már a BKK, tudom, hogy nem az ő buszuk, de... Ide jó. Az egy szenzációs sztori, hogy ülsz egy buszon, próbajáraton, meg akarod venni azt a buszt, ha minden igaz, és tudom, hogy nem a BKK-hoz tartozik, és jelezték is, hogy nem mossuk össze őket ezzel, mert hogy nem erről van szó, és nem is akarjuk őket bántani.
egyszerűen csak ugye egy próbajáraton egy busznak a kereke az kiesett, miközben a minden igaz, talán kínai vevők ültek éppen a buszon. Ugye? Az milyen durva, amikor egyszer csak lehagy a saját kereked. És mit ott mondasz a vevőnek? Aha. Mi az Isten tudsz mondani? Kirepültek egy vadonatúj kerekei, ugye a hír úgy szól, hogy BKV busz, de nem BKV busz, és hát szegény, valaki meg is sérült, jobbulást kívánunk neki. A lábán sérült meg állítólag. Egy új gyártású elektromos buszról van szó, és egy kínai delegációt szállított éppen, akik hát jöttek a lehetséges, nyilván exportot ugye átbeszélni, hogy akkor mennyit vegyünk belőle, és ez mennyire jó lesz. Majd egyszer csak az elektromos busznak a kereke lehagyta a buszt. Milyen jó ajánló levél, mi? Hát igen. Hogy hát ha nem, direkt történt a dolog. Na. Hogy érted? De... Hát ezt a Volvo is tudja, ezt is tudja, ezt is tudja. Na, ezt, na és ezt? Vagy azt tudja mondani, hogy nézze csak, három kerékkel is megyünk tovább. Hoppácska. Semmi baj. Én egyébként ültem ezen a buszon, és tényleg nagyon menő. Ez egy elektromos busz, ugye? Egy elektromos busz, magyar fejlesztés, tehát elejétől a végéig, és nagyon-nagyon jó. Szóval ez mondjuk tök ciki. Hogy ott nem volt senki, aki meghúzza a kerékcsavart előtte, vagy hogy működik az. Mert egyébként, amikor téliről nyári gumira átállsz, vagy fordítva, akkor is elmondják a gumiszervizbe, hogy 50 km után újra kell húzni. Igen, gondol, de ott nem egy csavarral van rögzítve, van egy pár. De gondolod, de tényleg, hogy mekkora blama? Kiesik a kereke, oké, sajnos megsérült egy ember, szegény, tényleg jobbulást kívánunk neki, de jön egy kínai delegáció, akikről azért tudjuk, hogy hát borból sejt üveggel vesznek, ugye? Tehát, hogy hagyott, tehát amikor úgy berendelnek egy nagyobb tájegység boraiból, akkor azt mondja a beszállító, hogy bocsánat, mi 30 000 palackot tudunk, 10 000-et, 5 000-et, és akkor jön a kínai, és azt mondja, hogy kéne 4 millió palack, és ott ül a magyar, tudod, hogy nem, bocsánat, más, volt ilyen, igen. Hát ez hányszor megtörténik, ugye, hogy eljön egy kínai és egy magyar borásznak azt mondja, hogy nagyon finom ez a borat, hogy 6 millió palackot át kéne lökni. Nem, 6 millió. 6 millió palackot, ebből most gyorsan megrendelnénk, és mondja a Pali, hogy hát effektíve, ugye. És a kisebb mennyiséget megbeszéljük majd, ha majd igazán teríteni is kezdjük. ez egy bevezető mennyiség lenne. És ugye ugyanígy egy ilyen kínai delegációval ülsz egy buszon, és már az lebeg a szemed előtt, hogy berendelnek belőle, hát nem keveset, ugye? Tehát nyilván, ha mondjuk csak Pekinget így beterítjük, vagy nem tudom, rendelnek belőle néhány darabot. És egyszer csak röködni meg lehetett lévő kollégád a könyökre, hogy tényleg Lajos, ez nem a mi kerekünk. De gondold el, hogy ott Lajos. Mit mondtál? Lajos egyszer csak elkezd röködni, hát hallod? Azt akarod el azt, amiket elhagyott a kerék. Basszus. Ugye? És a kicsi kínai ül és nézi nagy szemekkel, ahogy hátulról a kerék belősz. Hogy ahhoz azért, hogy mit szólsz, mivel indoklod, mit mondasz, mi az az egy mondat, ami ilyenkor jó mondat, és ezt kellene megtalálni. Tehát mit tudsz ilyenkor mondani? Amivel kihúzod az egész méregfogát, és további vásárlásra ösztönzöd őket. Három. Van még három? Van még három. És egyébként, ahogyha belegondoltak, az is azért fura, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, hogy a legcsillivilibb, a legfelspécizettebb, hát, a legjobban rendben lévő, a legpatentebb, tényleg a legdurvább repi buszt mutatjátok be, nem? Amiben elviekben mindennek rendbe kell lenni, sőt, még azon is túl. De nem lehet egyébként, hogy itt a próbájárat előtt egy kicsi kínai delegáció, egy pici része beszökött a garázsba, és megpróbálta felmérni a buszt, alámászni, hát vagy lefotózni. Tudod, hát ők már azonnal úgy jöttek, hogy megveszik, de közben azért ők azért úgy finoman alulról bemásztak a garázsjáratba, hogy megnézni, hogy miből áll ez. És ott valamit kicsit elállítottak, ráfotóztak, hozzányúltak. Hogy olcsóbban vegye meg a buszt. Olcsóbban vegye meg a buszt, vagy direkt előre újra olyan az a kerék, vagy otthon majd meg tudják építeni, hát, a konkurencia. Vagy a konkurencia. Most kérdezik a portás, hogy Éza bátyám, nem látott valakit bejönni, aki ismeretlen, ha volt itt két ilyen két méter magas szűke két szemű csávó, hogy Olafnak hitte az egyik a másikra, az meg Uwe volt. Igen. Tehát, hogy mi a fenét tudsz ilyenkor mondani? És van valaki, aki vezeti a delegációt. Ugye? Tehát ilyenkor a busz megáll, félreáll, leszáll a sok kicsi kínai, vakarja a fejét, és parlament nézi. Parlament, nézzék csak meg! Igen, oda nézzék, milyen szép, alázmás csak. És állnak, és nézik, hogy kigurult a kerék. Hát azért az nem jó ajánló levél, ugye? Te pedig hát megpróbálod megmagyarázni, hogy ez nem az, aminek látszik, nyugodjanak meg mindenki, ez a busz, ez nagyon jó, nagyon olcsó, és igen, nagyon sokat vegyenek hogy belőle. Hozhatod vissza őket? Már. Értem. Betelefonálsz a főépületbe a könyvelés, hogy lányok, mégiscsak vegyétek fel a harisnyakötőket. Szükség lesz rá. De mi van, ha a magyar tulajdonos úgy gondolkozott, hogy bebizonyítsa, hogy ez három kerékkel is megy? Tehát, hogy benne egy ilyen erő munkálkodott. Hogy kigurult az egyik kerék, és a buccon ő felordított. Nézzék meg! Vajon megyünk! Vajon! És hogy látom, mindig gurulunk! És hogy látom, két kerékkel is! És kérdez, hogy Józsi, hallod, a másik is kigurult, hogy amit. Tehát, hogy mi a fenét tudsz ilyenkor mondani? Szegé. Azért ez a kellemetlen percek. Pici. Pedig milyen jó lett volna, ha ebből bevásárolnak. Nem? És ezzel te már utaztál tényleg? Igen, én. Már akkor az ki. Nem. Akkor az ki. De lehet. Én tettem tönkre a busz, de én előálltam ennek meg a hátsó. Szerint 5 percenként menj át, légy a másik oldal. A hátsó kereke tört ki, vagy engedett el, nem tudjuk pontosan, én elölültem ebben a dologban, egy ilyen próbajáratot mentem vele.
Szólni kellett, hogy a gyerekek a felé leszállt, húzzátok meg a szárnyas anyát. Nagyon kátyus volt az úgy, gyerekek, most már jók vagyunk. Na jól van, írjátok meg, mi az az egy mondat, jó, ami jó, ha elhangzik ilyenkor. Mit tud mondani a delegáció vezetője, mire lehet fogni, mi pedig már is mutatjuk a beugró hármasugrásra. Ez a beugró hármasugráshoz. Na, hát szeretnénk, hogy játszatok velünk, úgyhogy egy kicsit könnyítettünk. Jó, várjuk az SMS-eket, küldjetek a mondatokat, mi pedig jövünk Ákos híre után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. MC Hammer gyerekek, MC, oh, jó yeah. Kis MC Hammer, csak hogy mindenkinek jobb kedve legyen. Azt a nadrágot, megvan a videók. Hogyne, persze, zseniális. Zseniális volt, így van. Én ezt a táncot nem hittem el. Én azért néztem meg minden alkalommal, igen, mert balra, jobbra is olyan volt, mint hogy állt volna, de iszonyú gyorsan jártak a lábai. És a csajok is marha jól néztek ki benne, ilyen kicsit ilyen vastag, ilyen masszívabb csajok voltak, ilyen irgalmatlan tomporral, meg combokkal, de hihetetlen mozgáskultúrával. Igen, elképesztő, elképesztő, hogy táncoltak. Na, itt vagyunk 9 óra után, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Madonna írásokkal, MC Haver, Isten ez a Tupac, és jó ez a kadlott karcsi, csak hogy ugye ne szakítsunk a hagyományokkal. Küldték nekünk néhányan hallgatóink közül, és van, aki közlekedési hírt is küldött. Ecsédi pihenőnél van a baleset egészen pontosan. Az M86-oson a Sárvári lehajtó előtt a 90-es kilométernél a felüljáróról mérnek. A Szerémi úton befelé, az Építész utca után a Szavoya parknál most készülnek fotózni. Hatalmas dugó van az M3-ason Pest felé, egy baleset miatt, ami teljesen be is állt. A Szentendrei út is áll. Itt azt írjátok, hogy egyébként nincs oka. Csak a Békés-megye Árpád-hídi szakasz 45 perc alatt lehet megtenni, és nincs baleset. Nincs baleset, csak nagy a dugó. Úgyhogy... De, megvan, bocsánat, itt van. De, megvan, ezt most küldtétek el nekünk. Az Árpád hídon Pest felé a híd közepén történt egy baleset, és emiatt nagy a torlódás, emiatt dugul Békés-megyer és az egész Szentendrei út, tehát megvan az oka, akkor mégiscsak rosszul mondtam. Az Árpád híd közepén baleset van Pest felé, és emiatt van dugó. Látod, mondod, hogy nincs baleset, de ha akarod, csinálnak egyet. Azonnal. Ennyi. Csak azért Bali mondta, legyen. Akkor legyen. Azt mondta, nincs, legyen. Igen, úgyhogy hát kitartás mindenkinek, aki arra felé jön, illetve az M3-ast is kerüljétek a bevezető szakaszt, mert ott is nagyon nagy a káosz, az M1-es M7-esen pedig óriási dugó, de az egy mindennapos dolog, mert hogy hát zajlik ott ez a felüljáró, aluljáró építés, és óriási, óriási a káosz. Reggel befelé, este kifelé, aki arra jár, tudja, hogy hosszú-hosszú napokon keresztül kell állni a dugóban. Na, mi találtunk egy oldalt, ahol megörökítették ezt a történetet, amiről beszéltünk, mert hogy ugye itt volt egy kínai delegáció, és egy vadonatúj elektromos buszt teszteltek. Budán a Gárdonyi térnél történt a baleset, egy ember megsérült, neki jobbulást kívánunk. Kigurult a busz kereke. És hát egy magyar gyártású elektromos busz volt, a kínai delegáció pedig ugye azért volt itt, hogy hát lehetőleg felmérje a terepet és berendelje belőle, nyilván nem csekély számmal szerettek volna ebből berendelni. Találtunk egy oldalt, maga a fotó, abban benne van a nagy magyar valóság. Látszik a fotón, feltesszük majd az Instagramra és a Facebookra, látszik a fotón a kitört kerekű busz. És három tanácstalan kínai. Szegények. Nem tudsz nem röhögni, de mint egy Kusturica film, tényleg olyan. Hárman állnak fejvakarva a kigurult kerék mellett, és így nézik a buszt, és az arcukon a döbbenet. Vizsgálják a kereket, hogy mi történhetett. És a nyugdíjas bácsi a busz mellett, ő meg azt nézi meg. Nézi a busz, a három kínai pedig csodálattal, vegyes ámulattal nézik a kitört kereket, és nem értik, hogy mi történhetett valójában. Minden benne van. De tényleg minden benne van. Elképesztő. Feltesszük, hogy nézzétek meg. Na, és ugye kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi ilyenkor az a jó mondat, ami nem baj, ha elhangzik azon ember szájából, aki vezeti ezt a kínai delegációt. Mivel mented a menthetőt? Ugye? Hát mit tudsz ilyenkor? Hát igen, mit tudsz ilyenkor mondani? Azt mondja, hogy nagyon jó mondatok jöttek. Jancsi kicsit agresszívba menne át ilyenkor, és azt hinná, na mi van, nem tetszik valami? Semmi baj nincs, írja egy másik hallgató. Valószínűleg defektet kaptunk, ilyenkor nekünk meg kell állni, a kereket pedig automatikusan az első gumiszervizbe küldjük. Nagyon jó. Szellemes egyébként. Igen, valaki csak annyit mondaná, láthatják, mi nem árulunk zsákbomacskát. Ezen a buszon menet közben is lehet kereket cserélni, most váltjuk le a téli gumit a nyári gumira, írt egy másik hallgató.
Három kerék, kevés, 25 millió. Négy kerék, egy kicsit drágább, 30 millió. mondaná valaki. Így van. Ne aggódjanak, itt a kínai szerelőnk, cseregumi hamar oda. Na jó, tényleg, ezt kikérem magam. Cseregumi hamar oda. Jön a kínai szerelő, hamarosan megoldja. Intelligens kerék, írja egy hallgató. Előre megy megnézni, milyen az út. Erika küldte nekünk. Előre megy megnézni, milyen az út. Nagyon szeretjük. Semmi probléma, emelkedő jön, a jármű automatikusan könnyít magán. Krisz küldte nekünk, tehát meg lehet menteni a menthetőt, igen. Mi nem hagytuk el a kereket. Már fél úton vagyunk a légpárna felé. Olyan jó az aerodinamikája a busznak, nézzék meg, kerék nélkül se lassú. Ez Kristóf küldte nekünk. Igen. Bocsánat, megnyomtam a kerékcsere gombot, ugye kell hátra szólni a buszvezetőnek, menteni, ami menthető. Igen, és hát még néhányan írják, hogy nem kell aggódni, ez a típus így áll meg. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát szerettük őket. A fotóban egyébként tényleg minden benne van. A három tanástalan kínai arc az szenzációs. Föltesszük a Facebookra, jó? És az Instára ezt a képet, és akkor meg tudjátok nézni. Ilyenkor egyébként még valószínűleg vásárolsz? Hát, meggyőzhető vagy, nem? Hogy valami történt? Nem úszott el a dolog, vagy nehezebben? Szerintem nagyon nehéz kimagyarázni, hogy ez csak Franzba. Egy hú, sose volt még ilyen, hát de most van. Hát, igen. Nem szerintem elnézik. Nem? Nem, hát de itt mondjuk az, hogy valami fatális véletlen történt. Tehát, hogy nem igaz, hogy ennek így kellett történni. Nem igaz, hogy ennyire rossz konstrukció lenne. Nincsen ezzel ekkora baj, szerintem. Ahogy René is írja, kicsi hiba, nincsen szerep. Nem szerep. Hallottátok Snoop Dogg történetét? Ez a bogotai... Ez a bogotai... Hogy Maros Bogáta, Bogota, hogy hol van, és hogy mit tett fel az Instagramjára, és megindult egy olyan, hát nem is tudom, népszerűsítés, ami elképesztő. Uh-huh. Ugye ő Kolumbia fővárosát, Bogotát akarta valószínűleg beírni az Instagram oldalára, hogy ő hol van. Uh-huh. Csak ugye hát amikor te elkezded beírni, akkor automatikusan az Insta ugye felajánl szerintem neked lehetőségeket, és ő rányomott az első helyre, és bejelölte Maros Bogátát, ugye, ami hát azért közel sem egyezik Bogotával, és hát Maros Bogát polgármestere pedig úgy döntött, hogy Snoop Dogg-gal kezdik reklámozni a kis települést. Élelmes. Mert hogy Snoop Dogg is jelen pillanatban egyébként ugye az Instagram rész szerint éppen ott tartózkodik. Uh-huh. A történet nagyon helyes. Igen. Nagyon helyes. Egy kicsi kis romániai erdélyi településről van szó, inkább így mondom. És hát a polgármester vette a lapot, szenzációs arc, azt mondta, hogy itt járt Snoop Dogg, itt van most ő is, lehet idejönni, fel vagyunk készülve az ő fogadására. Aha. Még a ház is megvan a falu szívére, ahol a nagyszülei születtek. Ahol többször gyerekkorában többször közöttek nyarakat. Valószínűleg tényleg egyébként Bogotába járhatott, nem tudom, mit csinál, Kolumbiában, nem? Aha. Tehát ez picit elnyomta. Sejtjük. Elment egy kicsit lazítani. Sejtjük, mit csinál. Megkoszorúzta Pablo Escobar. Szobrát, ha van neki ott. Szobra. De hogy nem, egyszer nem változtatja meg az Insta posztját. Tehát ha felmentek Snoop Dogg Insta oldalára, akkor meg tudjátok nézni, ott van. Most már nem szabad megváltoztatni. Hát most már igen. Na, úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk a polgármestert, hogy mit szólt ahhoz, amikor ezt meghallotta, és hogyan lehet ebből egy sikersztorit csinálni, hogyan lehet egy soha Maros Bogátra el nem látogató Snoop Doggból tőkét kovácsolni. Létre lehet hozni egy nem létező történelbe. Igen. Itt van velünk Barta László, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok magnak is! Jó reggelt! Na, hol lakott, mit evett, mit csinált? Arra felé, hát, Snoop Dogg. Sajnos, hogy csak a híre jött egyelőre, de nem lehet tudni, sohasem nem késő utolérni ezeket a híreket, és megvalósítani ezeket a dolgokat. Igen, ez egy szerencsés malőr, ha lehet így mondani, nem? Tehát, hogy szerintem többen megismerték ezt a kis települést. Igen, minden rossznak van egy oldala, és minden kárban van haszon is, aztán ez úgy van nálunk is. Micsoda széles látás, micsoda bölcsesség. Azt jól tudom, vagy azt jól láttam, hogy ti az oldalra egyébként feltettétek Snoop Dogg képét, tehát a település hivatalos oldalán ott van alul Snoop Dogg? Valaki csinált Bukarestből egy ilyen felvételt, vagy az interneten, és úgy hiszem, mi nem. A Maros Bogátának van hivatalos weboldala, vagy Facebook oldala? Igen. Van. Megugrottak a like számok, a kattintási számok, amióta kiderült, hogy ott volt Snoop? Hát igen. Na. Szóval most már annyira inkább
nem a kételkedés, hanem az, hogy mégis Bogátról szó van. Uh-huh. Egy hát mindenféleképpen jó, persze, hogy hírét viszi a dolognak. Igen. Egyébként ismertétek őt eddig, vagy ezelőtt? Sajnos az én koromnak már ez az NME valahogy lejár, de láttuk, hogy persze van. Az internet, és majd hallgatókat inkább ebben a ritmusban vagyunk, úgyhogy Snoop Dogg egy kicsit későn jött számomra. Ki van tűzve egy kattintási szám, vagy like száma, ami után megkapja a Pro Urbe díjat? Most már az következik, a fiam angol nyelven végezte az egyetemet, hogy megpróbáljuk most már, ezek szerint mi is meg kell keressük, hogy lássuk, hogy esetleg fenn tudjuk tartani a kapcsolatot, vagy ki tudja. Megpróbáljátok meghívni, tehát hogy esetleg valahogy felvenni vele a kapcsolatot, hogy most igen, már ezt beírta az Instagramodán, hogy jöjjön el valójában. Hát most már, hogyha valóban, hogyha azt írta, hogy Bogát a démon, és akkor mi fogadjuk szívesen. A jó lelkű ember és a jó lelkiség szóval, és a fogadás, kedves fogadás az embereket, mi nálunk Bogáton ez fent van. Mit érdemes álltok egyébként megnézni, ha már szó van erről a településről? Tehát hova vinnétek, mit mutatátok meg neki? Van egy 2015-ben van egy nagy vendégfogadó új típusú sátor csinálva, egy magány vállalkozó, egy 1000 asztal mellett ülő embereknek van. Hát az azos lepjének pont jó, tehát nagyjából Snoop megérkezik egy 300-400 emberrel, nagyjából ezt a kis szállásra. A falunk népe befér lábra az egész, úgyhogy mi mehetünk oda elnézni. Uh-huh. Azért azt látom, hogy egy nagy gamer cikk leparkolnak, megérkezik Snoop Dogg, nem? És egy kis lepjével azért. Repülőtől nincsen, de az már Marosvásárhely közel van, 30 km, úgyhogy lejöhet. Hát azt meg lehet, azt meg lehet. Fogadni lehet, van két panzió, egy 30 ember fogadhatunk benne, és egy kisebb 9. Úgyhogy az étel az a saját készülékünk, vannak amit van a ház mellett, amit termelünk. A saját készítésünk. Marta úrnak a parkolóhelyre állt, azt megkérnénk, hogy egy picit... Kicsit odább. Ne szállt odább, hátul igen. A lucernásba, helikopterre szálljon, már arra még egy rohadt plútba van, meg kaszálnánk. nagyon helyes kis történet ez egyébként. Világszerte most már 100 000 tudnak erről a kis településről, ahol ti vagytok, éldegéltek. Hát ez egy nagyon, nagyon helyes kis történet. Hát a kapcsolat például, azt tudom, nekem is unokatestvérem laknak Magyarországon, és nem csak unokatestvérem, sok kimentek 89 után, kikötöztek Magyarországra, de azért visszajönnek kedvesen, és bárkit Magyarországról mi is szívesen várunk. Nagyon drágák vagytok. Hát ha egyszer Snoop Dogg arra ellátogat, akkor felétek, akkor azért beszéljük mindenképpen. Jó, ha egyszer tényleg sikerül vele úgy felvenni a kapcsolatot, hogy ha már ez beírta Instagram oldalon, akkor előbb-utóbb lehet, hogy elmegy hozzátok, akkor azért beszéljünk újra. Jó? Jó lenne. Mit kérte az öltözőbe? Mi történt? Milyen volt a fellépés? Mit csinált? Jó, köszönjük szépen, jó egészséget nektek. Köszönjük szépen. Maros Bogát polgármesterével, Barta Lászlóval beszélgettünk. Viszont szép napot, jó munkát. Visszatállásra. Na hát egyébként félreütés van, ugye én most kipróbáltam, mert ezt Facebookon is tudod csinálni. Ugyanazokat dobja föl, igen? Igen, ugye azt tudod csinálni, hogy így automatikusan ő kitesz egy kvázi rajtszöget, hogy te most hol vagy, be lehet csekkolni egy csomó helyen, és ugye nem Bogotát kell írnod, hanem Bogatát, és akkor viszont valóban felírja, már 988-an becsekkoltak a faluban. Úgyhogy szépen lassan halad előre a dolog, bárki megteheti, nem kell ott lenni hozzá. Nem, helyes történet. Nagyon helyes. Jó, aztán is tényleg felveszik vele a kapcsolatot, el kéne menni. Nem? Hát és be kell a helyi folklórba mindenképpen be kell építeni. Igen. Tehát akikre büszkék vagyunk, a Betlenek, a Rákóciak, a Bátoriak és a Dagok. Szabi írja, hogy meg is van már a bizonyíték arra, hogy Snoop Dogg valóban Maros Bogáta járt, valaki elszívta a nagy harang kender kötelét. Jó van, na itt van már is egy hallgatónk, hármas ugrás, játszunk valakivel. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Kriszti Ulin vagyok. Játékra jelentkeztem a Vörös Sárkány Export Import. Igen, azt látom, hogy ez most jó lesz. Ezt érzem a zsigereimben, ez jó lesz. Emlézést, nem érteni? Kicik, buszon ott tetszett lenni, aminek kigurulni kereke előre? Igen, mi akarunk?
Szokat ebből? Igen, kicsi hibán nem probléma. Ezek után is tetszik rendelni szok kicsi buszócon? Nem, rámentünk csak kerékre, magától járható elektromos kiskerékre. Haragud, megmondod még egyszer a neved, mert nem értettük elsőre. Si-Yu-Lin, de a barátaimnak csak Karcsika. Si-Yu-Lin, de Karcsika. Igen, a családban, igen, a világon minden ötödik ember kínai, tudod. Tudom. Józsi, hi, Gabi, István és a Kixiáli is itt van velünk, szerintem jó fiatal. Igen. Na, szeretnél velünk hármasugrás játszani? Jól értem? Érteni, hármasugrás. Hm. Három pici ugrász. Ez egy pici kis ajándékcsomag. Eredeti? Jaj, eredeti, nem kínai. Már minden, ami eredeti, az kínai. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy közepes. Közepes? Semmi extra. Eredeti? Már tegnap is ezt mondtam, aztán az elsőnél elvérzett a játékosunk. Mehetünk? Indulás, de három keréke. Atya úristen, ez egyre trippesebb ez a műsor. Hogy hívják Viktor Hugo Pupos Sánt és Süket regényhősét? Biztos tíz olvasni ott Kínában, ezt a nagyon jó kis könyvecskét. Notre Dame toronyot? Igen? Hogy hívják? A mi ez a kérdés az volt, hogy hívják? Ez beteg, beteg. Mi a neve? Quasimodo. Úristen. Ez nem olyan, mint nem, amikor felnőtt korodban úgy beszélgetsz a Mikulással, tudod, hogy ő kicsoda valójában, de mégis ott van melletted a gyereked, és te is vidáman beszélgetsz a Mikulásból. Szia Mikulás, bácsi! Jaj, de örülök, hogy itt vagy, de közben tudod, hogy mi van. Nem? Ez az egész beszélgetés nagyon ilyen. És már a Mikulás sem akarja az egészet. Mikulás itt ül mellettem. Mikulás, ott ül mellettem. Szok kici, apró, eredeti Mikulás. Pontosan. Menjünk tovább? Induljunk. Melyik NB1-es labdarúgó csapat otthona a Nagy Erdei stadion? Nagy Erdő? Ha jól tudom, Debrecen. Jézusok. Kérdezi egy hallgatót, hogy a te unokatesód Virsli? Virsli? Virsli. Virsli. Ja, Virsli. Kuzin. My cousin. Egyben, igen. És a nagybátyát Kifli, ugye ezt is küldte hallgatni. Kifli? Bruce Lee, yes. Na jó. Figyelj, ha most elindultunk az alja felé, érjük el az alját. Tehát menjünk. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Ugorjunk neki. Így szól a harmadik kérdés. Melyik afrikai ország diktátora volt Muammar Gaddafi? Melyik ez az afrikai ország? Muammar Gaddafi? Libia. Ilyet utoljára a mikroszkóp színpadon láttak anyám, még 93-ban. Eljöttük az alját. Megvan az ajándékcsomag. Ez már tényleg az iszap. Gyerekek, a mikroszkóp színpad könyörögni fog a receptén. A defektuó ebből él 30 éve, úgyhogy. Sas azért is, Ádám is éve, és fűrelépni ihos, gyerekek. Ihos. Fűrelépni ihos, nagyon jó, magas köpű. Fűrelépni ihos, viccez? Alapmű. Küldjük az ajándékcsomagot, hova küldjük? Csak belföldre tudjuk, nem baj? Belföldre? Belföldem, csak Peking. Peking, elküldjük oda. Jó? Köszi a játékot. Jó, köszönöm. Sziasztok. Ciao. Balázs, Jani, felbújtok. Sziasztok. Szia! Hello! Szia! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jönnek még a megmérettetések. Hokedli, kihez tartozik? Igen, a műzli. Spangli. Spangli. Fangli. Atya úristen. Jó. Hát gyerekek, a játékos úgy telefonál be, hogy akar. Ha ezt így akarta lejátszani, mi lejátsszuk vele így. Hát ez a műsor, értetek, rólatok szólt. Idegen ajkúként is egyébként végigtolta az egészen. Így van. Ha Kínából játszik velünk, és kínaiként. Akkor ne játsz, mert ezt nem tudhatjuk. Játszom velünk kínaiként, hát mi mindenre nyitottak vagyunk. 9:50 van pontosan, egy pici reklám után jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:45 lesz pontosan, 10 perc múlva a szép reggelt. Kívánom, mindenkinek itt vagyunk, és nem sokára mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Most megint máshogy szólunk, mint ahogy eddig szólunk. Ez ilyenkor valami varázslat. Mi történik fél tízkor? Te is hallod, én is hallom. Mindenki hallja. Jó, hát Zsül, engedd el.
Ugye? De te is, te akkor te hallod? Tegnap is ez volt, először fölment a hangerő, így elkezdett üvölteni, utána meg átváltozott a hangot. Valamit bekapcsolnak az épületben. Mi kávéfőzőt? Hát és elvonja az energiát. Valahogy más. Reméljük kifelé kevésbé hallani. Azt mondja, hogy M7-es 45-ös kilométernél kamera a Fehérvár felé, mindenki figyeljen. Aztán a Vaspálya úton, Kőbányán is van egy trafi. Talpas Lajos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát sok komment ugye a kínai betelefonálunkhoz. Ebben a műsorban tényleg mindent meg lehet csinálni. Beteg imádom, Dönci küldte nekünk. Köszönjük szépen, és még sok az, ahol a hasonló hozzászólás. Figyeljetek, ha a hallgatónak tényleg így van kedve játszani, mi mindig felveszük a fordulatszámot a betelefonálóval, vagy a felhívott vendéggel. Ha érezzük rajta, hogy ő olyan irányba menne, amilyen irányba, ennek nem szabunk át, menjen. Játsszuk, akkor lejátsszuk vele így, nem? Meg mi komolyan vettük. Én nem éreztük, hogy ez vicces lenne. Én azért jól szeretném. Azt gondoltam, hogy ez tényleg egy kínai. Igen. Orbitális dugó az M3-ason Pest irányában, minimum 5 kilométeres a sor, úgyhogy hát vigyázzatok arra fel is. Olyan jó filmet láttam hétvégén, picit fáradt voltam, de maga a film az nagyon jó. Ha szeretitek ezeket a kicsit ilyen komolyabb hangvételű, oknyomozós... Kung Fu Panda 3. Az. És hogy tudod? Kutyafáradt. Csak ennyiből látod? Nagyon igen. Várom, hogy mehessünk a srácok. Hova? Kung Fu Panda 3-ra? Úgy, nagyon jó lesz. De akkor ez nem mozi, ugye tévé? Nem, ez mozi. Elmentünk, Vikivel eljutottunk moziban egészen. Na mondjad, figyelünk. Hát Janinak mondom, mert ugye hát nyilván tehát azért, neked azért még régebb korból vannak elmaradásai, tehát nekem hosszú az árkozás. Nem, egy amerikai thriller, ami nem is igazából thriller, mert szerintem nem ez a jó, bár így kategorizálták be. Egy igaz történet alapján készült film, ami arról szól, hogy egy bosztoni újság hogy nyomozza ki hihetetlen munkával. Elkészít egy cikk sorozatot, ami a katolikus egyház gyermekmolesztálási ügyeiről szól. Ez a Spotlight, így van. Igen, egy nyomozás részletei arról szól. És hát nagyon érdekes dolgok, hogy hogy működik az újságírás, az igazi újságírás, hogy jössz rá bizonyos részletekre, hogy milyen jogod van azt felfedni, hogy működik az újságírói etika. Nagyon sok mindenről szól, és nagyon klassz látni, hogy egy jól működő demokráciában egyébként mennyi mindent el tudnak érni az újságírók, és milyen lehetőségük van, és milyen hatalma van az írott szónak. Ez a Boston Globe, ez az újság, és ez egy megtörtént esetet dolgoz fel, hogy maga a katolikus egyház hogy próbálta hosszú-hosszú évtizedeken keresztül hát besöpörni a szőnyeg alá a gyermekmolesztálási ügyeket. És megtalálják az áldozatokat, szóra bírják őket, és utána írnak belőle egy hatalmas cikket, és hát ez elindítja a lebukás sorozatokat. És hogy állította ezt meg a katolikus egyház, hogy helyezi át azokat a papokat, akiről egyébként már akkor tudták, hogy molesztálták a gyerekeket. És hát nem tették ki őket, csak ki A-ból B-be áthelyezték, ahol aztán nyugodtan folytatták tovább, hogy milyen ereje van az egyháznak, milyen ereje volt a 70-es, 80-as években, hogy az áldozatok miért nem mernek szólni, hogy miért nem tudnak szólni, hogy mennyire megvan kötve a kezük, és mindenki inkább az egyháznak hisz, és te, ha áldozatként akkor szóltál volna, senki nem hitte volna el, hogy ez valódi. És meghurcoltak volna, megpecsételtek volna, kiközösítettek volna, de nem tudják elmondani. És akkor az egyik áldozat nyilatkozik, a másik fantasztikus. Egyébként száraz önmagában, tehát nem úgy ülsz be, hogy most akkor tényleg... Egy kicsit dokumentarista. Nem, maga a film nagyon jó, csak hát maga a téma is elég nyomasztó, meg ahogy ezt feldolgozták, tehát nem nincsenek benne thrillerű fordulatok, de hogy születik meg egy ilyen film. És az ember ott ül is két órán keresztül tényleg kapaszkodik, hogy nagyon-nagyon érdekes, érdemes megnézni. Jó, hát ugye két óra, de Oscar díjas filmről van szó, tehát hogy elég nagy siker volt most, és ráadásul egy rakás jó színész is szerepel, én nem láttam még, viszont egy érdekes dolog, annak ellenére mondom, nem láttam a filmet, de ugye a témánál fogva kapcsolódik ide, hogy a Liv Schreiber az egyik szereplő, ugye ő játsza a Ray Donovan című sorozatnak a főszereplőjét, és abban a sorozatban például egy nagyon-nagyon fontos momentum az, hogy ő is és a testvére is szexuális zaklatásnak estek áldozatul annak idején, amit egy pap követett el ellenük. Tök érdekes így a kis párhuzam. Érdekes a párhuzam, mert a Ray Donovannek ez egy nagyon-nagyon fontos momentuma, ami miatt nagyon sok későbbi probléma támad
Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Igen, jó film, tényleg, és ha az ember érdeklődik az újságírói szakmai iránt, és szeretné látni, hogy egy valódi oknyomozó rovat hogy dolgozik, milyen lehetősége van, és ezt az oknyomozó rovatot tényleg hagyják dolgozni, nem nyomják el, nem fenyegetik meg, nem folytják belőlük a szót, hanem a szerkesztőségi munkán belül szabad kezükön, és azt mondják, hogy oké, gyerekek, mindent biztosítunk, mi az újság, nyomozzatok ez a feladatotok, akkor annak milyen eredménye lehet, és hogy jutnak el oda, hogy végül is borítanak mindent. Ez jó film, érdemes megnézni. És ha még ennél is komolyabb filmekre vagytok kíváncsiak, én ajánlanám az Utropolist és a Deadpoolt, ezeket néztem meg legutóbb, és mind a kettő nagyon komoly, elgondolkodtató film. Igen, érdekes egyébként, hogy maga ez a típusú írás, ez a hagyományos írás, ez milyen fontos, és milyen fontos kellene, hogy nehogy rákbanyos úgy lenne.
Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.